Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, hogyha titeket is érdekel, hogy hol vannak most a 10% feletti hozamok a szakértők szerint, akkor mindenképpen érdemes végignéznetek ezt a webinárt. Ide a Bankmonitor főhadi szállására meghívtuk vendégnek Nagy Attilát a Hold alapkezelőtől. A Hold alapkezelő rengeteg milliárd forintot kezel, úgyhogy ők aztán igazán rajta tartják a kezüket a befektetési piacok folyamatain. Tegyetek egy kis tanúbizonyságot arról, hogy titeket is igazán érdekel ez a téma, és maradjatok végig, érdemes végignézni ezt a majdnem 2 órás videót, aztán, hogyha marad még kérdés, akkor tegyétek fel nyugodtan kommentben, és igyekszünk megválaszolni legjobb tudásunk szerint. Jó, én azt gondolom, hogy akkor legyünk olyan bátrak, hogy belecsapunk, és a mai forgatókönyv az úgy néz neki, hogy akkor villámgyorsan bemutatkozunk, és át is adnám a szót, búcsút, tehát légy szíves, te vagy ma a karmester. Jó, bemutatok mindenkit, akit érdemes hármunk közül. Kezdjük vendégünkkel, Nagy Attilával, ő a Hold alapkezelőtől érkezett vezető online vagyonkezelő, ugye a pontos titulus, hogyha jól emlékszem. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ő az, aki a Holdot fogja képviselni a hármunk közül, mi pedig ketten mellettem ülő Sándorfi Balázs, alapító, ügyvezető, tulajdonos, atyaúristen. Lehet még fokozni. És jó magam pedig szintén a webináriaink gyakori résztvevője vagyok, Süle-szigeti Bújcsú, elemzőként dolgozom a Bankmonitornál, úgyhogy most ilyen kétharmad, egyharmad az erőviszonyok a Bankmonitor és a Hold között. De azért hagyni fogjuk Attilát érvényesülni, mert igazából mi is rá vagyunk kíváncsiak elsősorban. Szerintem a cél ugyanaz, hogy érthetően próbáljuk meg kihámozni valamit ezekből a pénzügyekből, úgyhogy... Igen, ezzel leszünk mind a hárman, és akkor itt vagyunk ilyen jól fésültebb verzióban is, én legalábbis ott biztos, hogy jobban fésült vagyok, itt a fél fejem az külön életet él, de nem baj, ezzel nem kell foglalkozni, úgyhogy mondjad Balázs. Semmi, csapjunk, ja, jó. Csapjunk is bele. Jó, és akkor hoztunk nektek egy mai hírt, hát nem mondom, hogy breaking news, mert körülbelül mindenki erre számított szerintem, de azért ez egy olyan hír, amiről érdemes megemlékezni, hogy a jegybanki alapkamatról ma született döntés, és ugye a Magyar Nemzeti Bank úgy döntött, hogy 9-ről 8,25%-ra csökkenti az alapkamatot. Mit szóltok ehhez a hírhez? Ki az, aki esetleg 8-ra számított a 8,25 helyett? Én nem számítottam rá, én már azt gondoltam, hogy nagyjából ez lesz a forgatókönyv, hogy szépen lassan fog csökkenni, de ezt el is mondták ma, hogy ez a várakozás, hogy szépen lassan fog csökkenni tovább a kamat. De nyilván egy egészségesebb szinten ez a 4-5% körüli alapkamat, de attól még egy picit azért messze vagyunk, és ott lesz némi köze a német kamatnak is, meg az amerikai kamatoknak is, hogy alakulnak, de arra ez jó, hogy látszik az, hogy van egy konkrét stratégia, hogy szépen lassan csökkenjenek a kamatok, és ezzel azért még lehet pénzt keresni a kockázatmentes befektetőknek is, tehát abból a szempontból jó ez a kamatszint, hogy aki szeretne kockázatmentesen tud pénzt keresni, és abból a szempontból meg fontos, hogy csökkenjen, hogy a gazdaság ne álljon le amiatt, mert nagyon olcsón lehet ingyen pénzt kapni, tehát az lenne az egészségesebb, ha 4-5% körülig le tudna menni a kamat. Oké. Okay. Balázs, mikorra várod, hogy 4-5% lesz az alapkamat? Ezt nagyon nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy van azért a magyar gazdaságban egy-két acélos kihívás, mint például a költségvetési hiánynak a menedzselése, az arra adott válasz, némi kis surlódási együtthatónak a kisimítása, értem ez alatt az MNB és a kormány viszonyát, hogy ki mit gondol bele a kamatszintekbe. Én most az, hogy olyan nagyon, szerintem messze van a 4-5%, és nyilván sokat segítene azon, hogyha Amerika és az Európai Központi Bank is tényleg ráfordulna a lazításra, amit már nagyon régóta várnak a piacokon. Talán én ennyit mondanék most így hirtelen, megérkezett az első komment, és szeretném azt is mindenkit bíztatni, hogy a chatfalon írjátok be a kérdéseiteket. Mi lesz a forint árfolyammal? Jön majd a forint is, úgyhogy egyelőre megyünk tovább, lesz forint árfolyam. Persze, ki nem hagynánk. Az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó téma természetesen. Ugye láttuk az előbb, hogy 8,25 ma éppen, illetve pontosabban holnaptól az alapkamat, de azért itt van egy jó 17 éves idősor, ahol ezt ugye így kinyújtva is láthatjátok, illetve a jegybanki alapkamat mellé a 3 havi bubort is felrajzoltuk. Ugye a bubor az a kék színű, azt mindjárt megbeszéljük, hogy mit jelent, és narancs színnel láthatjátok az alapkamatot. Ugye, hát így első ránézésre az látható, hogy
a mondjuk a 2021 előtti világban egy nagyon alacsony, mondjuk ilyen 1% körüli, vagy akár az alatti kamatszint, hozamszint volt megszokott, és aztán ahogyan jött az energiapiaci krízis, az óriási infláció, az orosz-ukrán háború és hasonló dolgok, akkor elszállt az összes kamatszint, itt ugye a rövid oldalt rajzoltuk fel, mi az, amit legfőbb tanúságként ti le tudtok szűrni ebből az ábrából. Kezdhetem? Persze. Ez egy nagyon fontos ábra, amikor még magasabb kamatok voltak, akkor még kereskedelmi bankban dolgoztam, régen ezt is voltam, 8 éve vagyok most a Holdnál, és akkor az volt a menő, hogy mindenki betétbe akarta lekötni a pénzét, 8-9-10%-os betéti kamatokat lehetett elérni, és ez volt a favorit, hogy valamilyen aktív vásárlás miatt sok esetben lehetett magas betéti kamatokat kapni, és sokan azt mondták, hogy nem kell a részvény, nem kell a kötvény, nem kell ingatlan, semmi sem kell, csak a betét, nem kell tennem semmit. Majd szépen elkezdtek lejönni a kamatok, és lehetett látni, hogy ahogy jönnek le a kamatok, egyre többen fognak pánikolni, amiatt, hogy de hát mi lesz a pénzemmel, nullát fog érni. Ugye Hordnás Idei Viktor akkor mondta, hogy lakást kell venni, mert jönnek le a kamatok, és az ingatlanárak megmenni fognak fel, akkor nagyon sokan hülyének nézték, hogy persze pont most kell lakást venni, mikor ilyen jó betéti kamat környezet van. Azután megtörtént az, amit ő is várt, meg lehetett rá számítani, hogy lejönnek a kamatok nullára, sokan akkor gondolkoznak azon, hogy oké, most már nem kapok semmit a pénzemért, úgyhogy valamit tényleg tenni kell. Vagy elkezdenek beruházni a befektetők, vagy tényleg ingatlant vesznek, vagy valamit szeretnének, hogy a pénzük értéke az kezdjen el növekedni. És ugye majd később visszatérünk arra, hogy ez még izgalmasabb, akkor a negatív kamat környezet van. De most hirtelen az látszott, hogy felugranak az infláció miatt, nagyon megugrik a kamat, és aki eddig mondjuk számlán tartotta a pénzét, vagy otthon készpénzbe, elkezdett végre azon gondolkozni, hogy van egy 15-20%-os infláció, vagy van, aki azt mondta, hogy a saját fogyasztói kosarába érez 30%-ot is, akkor már nem jó, hogyha elértéktelenedik a pénz, valamit kezdeni kell vele, és végre elindult egy gondolkodás abban, hogy akkor nézzük meg, hogy mit lehet kezdeni a pénzzel. Tényleg lehet 20%-os hozamot elérni alacsony kockázattal, meg 15-öt, meg 30%-ot, és erre az, ami egy picit elkezdte foglalkoztatni a befektetőket. És mindegy, hogy most szépen jön le a kamat, ez nem annyira számít, mert már elkezdtek vele foglalkozni, elindult egy tanulási folyamat. És itt szerintem ez, ami nagyon fontos, hogy végre foglalkoznak vele a befektetők, hogy egyáltalán valamit kezdjenek vele. És ugye amikor ezt a kamatot látjuk, akkor Amerikában még durvább a helyzet, mert gyakorlatilag nullára ugrott fel 5,5%-ra rekordgyorsan a kamat, és az a kérdés, hogy ott is milyen gyorsan fog lejönni, hogy amilyen hirtelen felugrott, olyan gyorsan fog lejönni, vagy kicsit elhúzódik, de ez nyilván befolyásolja majd a magyar kamatokat is, hogy alakulnak. De itt a befektetési szemléletben egy nagyon nagy hátszél, nagyon nagy probléma lesz az, hogy sokan visszatekintő hozamba láttak eddig 10-15-20%-os hozamot, és azt várják el, hogy ja, visszatekintő hozamom 20%, akkor tuti az előretekintő is az lesz, és ez nem így van. És emiatt lesz fontos nagyon a kamat, hogy a kockázatmentes rész mit áraz. Én annyival egészíteném ki, amit Attila elmondott, hogy igen, sokaknak előjött az, hogy akkor most az infláció miatt, a magasabb kamatok miatt valamit kezdeni kellene a pénzzel, de azért látunk egy olyan általános téves, tehát hogy mondjam, van egy kicsit követő magatartás azért a magyar lakosságban. Tehát amikor már jól előre látható volt, hogy jönnek, hogy például az infláció követő állampapírban magasabb lesz a kamatszint, akkor de én azt nem hiszem, akkor még ugye, most már elfelejtjük, de akkor még éppen száguldottunk az inflációs csúcs felé. Igen. És úgyse fog az semmit érni. És nagyon kevesen értették meg, hogy pont a matematika miatt az infláció elő fog kicsúcsosodni, és utána fölé fog menni, jön le az infláció, és fölé fog menni a kamatszint. És ez az, aminek köszönhető az, hogy egy brutális nagy reálkamatot lehet realizálni. 10% fölötti infláció, 10%, több mint 10%-kal az infláció fölötti kamatszintet lehet elérni az idei évben, annak, aki korábban vett, még időben vett infláció követő állampapír. Tehát van egy az, hogy mikor cselekszünk, és milyen logikával változnik a kamat és az inflációs trend, azt azért nagyon fontos lenne mindenkinek megérteni, és egy picit azt a követő magatartást elengedni.
Szerintem, aki most hallgat bennünket és nézi a webináriumot, pontosan tudják ezt, mert tudatos befektetőitek vannak, és ők kérdik, bízunk benne, hogy működnek az infláció követő állampapírok. Amiről én beszéltem, az egyébként nem az infláció követő, hanem sok esetben a befektetési alapokra igaz ez, hogy ott nézik sokan a visszatekintő hozamot. Igen, hát ez egy alapvető emberi pszichológia. Nyilván ide kell kattintanom, hogy működjön. Nyilván majd itt látni fogjuk az átrendeződését is, ahogy a megváltozott körülményekre való reakció az miként csapódott le a magyar lakosság befektetéseinek az összetételében. Itt egy ilyen gyors felvillantásként azt akarjuk nektek mutatni, de lesz ez még szintén idősoros verzióban is, hogy miben tartják a meglévő megtakarításaikat magyar honfitársaink, tehát itt az összes létező eszközosztályt láthatjátok felsorolva, amit csak el lehet képzelni, a készpénztől, a bankbetéttől, állampapírtól kezdve, amik így a legelterjedtebbek, legszokványosabbak, egészen az egyéb kötvényeken, különböző nyugdíjpénztári, életbiztosítási megtakarításokon át, befektetési jegyekig, aminek ugye különös figyelmet fogunk ma szentelni, és akkor egy kicsit a tőzsdei részvények is ott vannak. Hát a magánkölcsönök az véleményes, hogy ez ennek tekinthető, de én beraktam a teljesség kedvéért, ugye ez egy ilyen nagyon kockázatos befektetésnek tekinthető. Úzsul a kamatra gondolsz, vagy mire? Hát ez az MNB-nek a statisztikája. Igen, kérdés, hogy milyen kamatban állapodnak meg itt az emberek, de hogyha ha nekem mondjuk nincsen pénzem autóra, és a Balázstól kérek kölcsön, ő meg mondjuk van olyan jó fej, hogy jobb kamaton ad, mint a bank adna, akkor ez ugye ide kerül be. Ez Balázs részről egy befektetés. Hát kérdés, hogy kölcsön adna-e nekem. Itt egy pillanat rájunk meg, szerintem az ábrának az első két tételnek, tehát 40%-nak mind a mai napig semmi értelme nincsen. Tehát ugye az átlagos bankbetéti kamat a mai napon olyan 1% vagy azt sem éri el környékén mozogni. Vannak akciós bankbetétek, nem szeretném ezt mondani, de ezeken a bankbetéteken összességében alig-alig keresnek valamit, a készpénzen pedig értelemszerűen, ami akár folyószámlaként áll, tehát semmit nem keresnek az emberek. Tehát én azt gondolom, hogyha ezt az ábrát nézem, akkor még mindig bőven van mit kiigazítani a magyar megtakarítási szerkezetet. Itt egyébként a bankbetéteknél a cég, jellemzően a cégek, a nagyobb vállalatok meg a privát bank ügyfelek keresnek. Tehát ők egyedi díl alapján ők tudnak ajánlatot kérni és kapnak folyamatosan betéti kamatot. Az elmúlt időszakban szép betéti kamatok voltak, de a lakosság általában véve nem. És ennek egyik korábban ez abszolút érthető volt, amikor nulla volt a kamat, de nagyjából a lakosság most is nulla kamatot kap. Ha nem nulla lett volna most a kamat, akkor tudtak volna egy kis reál hozamot is elérni, és sajnos az átlag lakosság ügyfélnek ez nem áll rendelkezésre. Egyébként ez a kockázat csökkenés vagy növekedési ábra szerintem akkor jó, hogyha nincs infláció. Hát, ha van infláció, akkor valójában a készpénznek és a bankbetéknek nagyobb a kockázata, mert biztos, hogy veszít a pénzed az értékéből. Aha. Tehát akkor, amikor magas az infláció, akkor reál eszköz kell tartani, és a reál eszközök mondjuk a tőzsdei részvények is. Tehát elképzelhető, hogy a jól kiválasztott tőzsdei részvények azok kisebb kockázatúak, mert inflációban nem veszítesz az értékéből a pénzednek. Úgyhogy ez ebből a szempontból szerintem ez egy átlagos megközelítés, hogy valaki úgy gondolja, hogy a pénz árfolyama hogy fog mozogni. De ha azt nézzük, hogy mikor veszítesz biztosabb pénzed értékén, akkor az a készpénz és a bankbetét, tehát annak van a legnagyobb kockázata. Világos. Hát igen, ez egy másmilyen definíciója a kockázatnak. Így van. Itt ugye most az árfolyamról beszélünk, az, hogy valaki mondjuk 25%-os infláció esetén készpénzben tartja a megtakarítását, ő azt látja, hogy nominálisan, tehát számszerűen nem változik a megtakarítása, de közben reál értelemben azt ugye fogja a bolti árakon érzékelni, hogy nagyon nagyot veszített, és akkor igen, ugyanezt a mondást kihangsúlyozzuk itt is, hogy közel 40%, ez ugye a készpénz, illetve a bankbetét, ez a nulla vagy nulla közeli kamatozású befektetésekben áll. Ennek például egy alternatívája lehetett, hogy ha valaki hasonló kockázati szintre keresett, mondjuk, hogy hasonlóan likvid, bár ebbe is aztán beleköthettek, tehát hogy hasonlóan hozzáférhető befektetés, akkor nagyon kézenfekvő megoldást volt neki, hogy vegye az állampapírt, az infláció követő állampapírt, amit óriási mennyiségekben tényleg meg is vettek a magyarok, tehát most már ilyen 7100 milliárd forint környékén jár a benne lévő állomány, ez egy gigantikus összeg, és hogyha valaki így döntött mondjuk egy évvel ezelőtt, akkor ő pont a múlt héten kapott meg egy 16% körüli, tehát mondjuk 1 millió forintra vetítve 160 000 forintos kamatfizetést. Azért ez már a bankbetéttel, hát finoman szóval tud versenyezni. Abszolút, így van. Igen, Ja, mondjad, reagálj kérlek. Igen, ami érdekes egyébként, hogy mibe lehetett fektetni ebben az időszakban, mibe fektettek nagyon sokan.
Ugye, amit mi is láttunk a Holdnál, hogy a cége, nagyon sok céges megtakarítás, céges likvid pénz megmozdult. Ugye nagy keletje volt a pénzpiaci alapoknak, nálunk ez szép alap, ami gyakorlatilag ilyen átlagos lejárat időben tekintve 0,2 évvel dolgozott, tehát nagyon közel van a benne levő a papíroknak a lejárat ideje, ezért nincs nagy szórása, nagy mozgása, hanem viszonylag stabilan tudott eddig emelkedni a hozama. Most is emelkedik a hozama, de ez a görbe laposodni fog, ahogy csökkennek az elérhető hozamok, de az állampapírok mellett ez volt a másik nagy favorit, és ez működik most is magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt. Itt lehet az egyik csalódás, hogyha valaki visszatekinti hozamokat néz az elmúlt egy évre, akkor láti 17-18%-ot, és azt gondolja, hogy jövőre is ennyi lesz. De most jelenleg, ha megnézzük, ezeknek az előre tekintő hozama ilyen 6,5-7% körül van, hogyha előre nézzük, és nem nagyon változik a kamat. Tehát erre szerintem nagyon fontos figyelni, hogy nem szabad azt a magas hozamot várni, ami korábban volt, 2023-ban. Igen, és ugye azt is áruljuk el, hogy miért látod ennyire pontosan, hogy az előre tekintő hozam itt 6-7% között van. Azért, mert rövid állampapírok vannak benne. És ugye pontosan látjuk azt, hogy a rövid állampapírok most milyen hozammal érhetők el, és ezen a hozamon fogja megvenni az alapkezelő. Így van. Tehát akkor ezt úgy is értsem, amit mondtok, hogy vége az óriási hozamok, mondjuk 10% feletti hozamok világának, legalábbis ezen az eszközosztályi kategórián belül, és el kell felejtenünk, hogy 16-17-18%-ot keresünk. Ha az állampapír kockázatmentes hozamnak tekintjük, akkor igen. Ez pontosan így van. Tehát most már nem evidens az, hogy mibe fektetünk. Na hát ez sokakat elszomorít egyébként, kicsit engem is, és ez adta a felütését a mai webinárunknak, ugye az a kérdés, amit felvetettünk magunknak, de egyébként ti is, hogyha gondoljátok a chatben, írhattok, hogy ti mit válaszolnátok a webinár címében feltett kérdésre, hogy hol vannak most a 10% feletti hozamok. Olvasni fogjuk a chatet, és akkor, hogyha van valami érdekes ötlet, ami onnan adódik, akkor azt ki fogjuk beszélni. És akkor én haladnék is tovább. Itt van akkor az a 2010-től kezdődő, mondjuk, hogy megtakarítási állományt mutató ábránk, ahol a készpénztől, bankbetétektől kezdve az összes többi említett eszközosztályban láthatjátok, hogy mennyi pénzt tartottak a magyarok. Itt az utolsó oszlopokra hívnám fel a figyelmet, hogy az látható, hogy a készpénz az mondjuk nagyon stabilan tartja magát, ez ugye a legalsó halvány szürke oszlop, de a bankbetétek állománya, mondhatja, nem értesz egyet, a bankbetétek állománya az legalábbis nominálisan is nagyon nagy csökkenést mutatott, és ugyanezzel párhuzamosan az államkötvényeknek a kategóriája az pedig egy domináns növekedést tudott produkálni, illetve még az ilyen, hát olyan közepesen kék, ott fölül láthatjátok egy viszonylag nagy oszlop, a befektetési alapok, erről is sokat fogunk ma beszélni, azok is jelentős növekedésen mentek át. Ez ugye egyébként az egy háztartásra jutó átlagos megtakarítás mutatja, hát lehet, hogy jobb lett volna ezt nem leosztani a háztartások számával. A lényeg az, hogy nagyságrendileg 50 ezer milliárd forint van itt szemléltetve, ezt, hogyha 4 millió háztartásra elosztjuk, ahány van ugye Magyarországon, akkor jön ki ez a 13 millió forint körüli háztartásra jutó átlagos megtakarítás. De azért itt nagyon nagyok az egyenlőtlenségek, tehát természetes, hogy sokaknak ennek a többszöröse is van, sokaknak ennek a mondjuk a fele, harmada, a töredéke. Úgyhogy persze senki ne úgy értse, hogy mindenhol ennyi pénz van. De a megoszlás az ez. Ez amellett is érdekes, hogy a készpénzarány nem csökken jelentősen, hogy akik teljes egészében elítélik a befektetéseket, ők azt gondolják, hogy nem jó, ha máshol van, nem jó, ha bankban van a pénz, hanem az a jó, hogyha készpénzt tartok otthon, és akkor bármi történik velem, tudom használni. Szerintem akik ennyire megrögzötten ragaszkodnak a készpénzhez, velük van a legnehezebb dolga mindenkinek, mert őket nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy tényleg lehet hozamot érni. Sokan csalódtak korábban a saját bankjukban, és emiatt azt mondják, hogy ha beteszem a pénzem, és mikor kiveszem, fizetni kell, illetve a kamatot nem kaptam, akkor innen indul, hogy nem akarom betenni a bankba a pénzem, és emiatt nem kerül vissza a körforgásba, akkor sem, hogyha mellette nagy lett a bankkártya használat, még így sem tudják megtenni azt, hogy a készpénznek a szintjét sokkal alacsonyabb szintre lehessen lecsökkenteni, ami viszont jó, hogy a bankbetétek szintje tudott csökkenni az államkötvényekével szemben. Szerintem erre volt a legnagyobb kampány meg hadjárat az AKK részéről. És itt a vidéki postákat, korábban takarékszövetkezeteket nagyon jól meg lehetett mozgatni, hogy az ottani tanácsadók szerintem nagyon jó munkát végeztek, hogy a számlapénzeket, a le nem kötött pénzeket, azokat forgassák át állampapírba, és legalább egy tudatosság elindult
az annál a lakosságnál, aki foglalkozik most már a vidéki postákon keresztül is állampapírokkal, mert már értik, hogy van egy lejárati időm, addig az jó, ha nem nyúlok hozzá, közben változhat az árfolyama, újra le kell kötni, tehát szerintem itt azért egy nagy dicséret nekik mindenféleképpen jár. És a következő szint már, amikor kicsi a kamat, kicsi az állampapírhozam, akkor jön, hogy egyébként mi van még, tehát mikor éhesebbek leszünk, akkor jön, hogy mi van még, és akkor lehet elmenni akár komolyabb termékek irányába, amivel akár még jobban lehet portfóliót építeni. Én azt gondolom, hogy most egy ilyen forgatókönyv kívüli visszakettő padlógázzal rágyorsítunk, mert itt csak hogy mert bíztattuk a közönséget, hogy kérdezzen, és én most beolvasok egy kérdést. Sokan mondják, hogy a következő 10 évben nem megy majd sehova a tőzsde, túlárazottság, azaz túl drágák a részvények, hatalmas amerikai eladósodottság, magasan ragadó infláció, stb. Van-e értelme most tőzsdei jellegű, akár tőzsdén kereskedett befektetési alapokba befektetni, akkor most itt kikanyarodtunk egy ilyen pont a közepébe kérdéshez. Igen. Attila, mit gondolsz erről? Csak hogy letérjünk egy kicsit az előre tervezett útról. Ezt leszögezzem, hogy én nem portfóliókezelő vagyok, hanem vagyonkezeléssel foglalkozom, hogy főleg az ügyfelekkel, ügyfélkommunikáció tartozik hozzá, hogy van nálunk egy 20 fős portfóliókezelői csapat, Móricz Dániel, Cser Tamás vezetésével, ők válogatják ki a részvényeket, és ők pont azzal foglalkoznak, hogy olyan részvényeket, olyan eszközöket keresnek, amelyek árazás szempontjából jók. Tehát, hogyha a piacok beesnek, akkor lehet igen még jobban válogatni, de van, aki szerint tudnak menni a piacok, van, aki szerint nem fognak menni a piacok. Ugye van ez a hard landing, soft landing, no landing szenáriók, és ezt találgatják nagyon sokan. Ugye 2013 vagy 2023 év végén az volt a konszenzus, hogy biztos, hogy recesszió lesz, nem lett recesszió, hanem az látszik, hogy lehet, hogy szépen megúszunk a recessziót, és szépen tudunk tovább menni, és mehetnek tovább a részvénypiacok. Ugye nagyon nagy kérdés, hogy milyen lesz a befektetői hangulat, és milyen lesz majd a monetáris politika, hogy mennyire fogja segíteni. Az is nagy kérdés, hogy mi lesz Kínával. Elindul Kína, kap egy stimulust. Ugye Kína adta a GDP, a világ GDP növekedésének körülbelül 60%-át. Mennyire lassul be? Ez mind olyan kérdés, amire nehéz válaszolni, de azt gondolom, hogy folyamatosan lehet olyan részvényeket és olyan cégeket találni, amelyek tudnak növekedni. Ugye a részvényárfolyamok egy előre tekintő jövőképet vetítenek elő, és az a kérdés, hogy mi lesz a jövőkép, a pozitív a jövőkép, akkor mehetnek a részvények, de szerintem bőven van olyan részvénycsomag, amivel lehet jó pénzt keresni. Mindezzel egyetértve annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy minden piaci környezetben, egyébként 10 évre borzasztóan nehéz előre látni, de minden piaci környezetben az az érdekes, hogy az a vagyon, ami nekünk van, az relatív hogyan tud teljesíteni egyébként a körülöttünk lévő alternatívákhoz képest. Hogy mennyire érti, hogyha minden, például van egy hatalmas nagy válság, és minden veszít az értékéből, akkor nem az a fájdalom, hogy a mi vagyonunk csökkent mondjuk 10%-kal, hanem az, hogy egyébként ez hogyan viszonyul az átlagos vagyonvesztéshez, mert lehet, hogy a mi vagyonunk relatív emellett egyébként nőtt. És most itt le is zárom az elméleti kérdést. Alapvetően a szerintem az ilyen helyzetben, tehát 10 évre szerintem senki nem lát előre érdemben, pont a legnagyobbak is, ahogy elhangzott, Rubini mondta ezt, hogy 23-ban recesszió lesz, nem lett recesszió, tehát nagyon-nagyon kevesen látják pontosan előre a jövőt, még 1 évre is, nem hogy 10 évre. Alapvetően itt, amikor a pénzünkről döntünk, akkor a képességre érdemes koncentrálni, hogy ahova elhelyezzük a pénzünket, annak az logikailag jó helyen van-e, és olyanokra bízunk-e a pénzünket, akik mögött már van valamilyen felmutatható teljesítmény. És ugye még itt egy érdekes, hogy ennek megvan a technikája, hogy a portfóliókezelők hogy kezelik a vagyont. Tehát ha mondjuk egy abszolút hozamos portfóliót nézünk, ahol kiválasztják a portfóliókezelők az egyedi eszközöket, hogy mire gondolják az, hogy árazás szempontjából jók is tudnak menni. Ha úgy érzik, hogy valami nem stimmel a piacokon, akkor tudnak opciókat nyitni arra, amivel viszont védekezni tudnak. Tehát ezért fontos, hogy van lehetőségük opciót nyitni, így, hogyha be is esnek az árfolyamok, az opcióval ekkor keresnek, és akkor a szabad cashből meg tudnak tovább venni. Tehát, hogy
abszolút hozamú szemléletek szerintem ezért nagyon jók, mert akkor is lehet vele pénzt keresni, amikor minden beesik. Vagyis legalább meg lehet őrizni a pénzértékét, és mellett a likviditásból meg lehet újra venni, hogy utána az emelkedésbe sokkal inkább ki tudja venni a részét. Na hát, nagyon köszönjük, szerintem kimerítő válasz volt. Páran még itt bedobták időközben az ilyen különböző egzotikus országoknak az államkötvényeit, úgy mint Törökország vagy Venezuela. Hát szerintem ez azért már kevesebbeket érdekel a hallgatóink közül. Egyébként Törökországgal sokat foglalkozunk, ugye Csert Tamás nagyon szereti, és hétfőnként szokott agyvihar lenni, sajnos csak egy részét csíptem el annak, amit ő mondott. De hogy ugye ott most a földrengés miatt van egy újjáépítés, ami azért egy növekedésben segíti őket. Tehát ha lehet ilyet mondani, akkor az építőiparuknak kifejezetten jót tesz most az, hogy ők aktívan építkeznek és fogyasztanak. Hát igen, különböző események, különböző aspektusai. Azok megfordulnak itt is. Itt ez már a második ábránk, de egyébként képileg nagyon hasonlít az előzőhöz. Itt rázoomoltunk a befektetési alapokra, tehát azon belül, hogy befektetési alap, nyilván nagyon sokféle kategória létezik, úgyhogy ezt is érdemes megvizsgálnunk, hogy a kötvényalapok, egyéb típusú alapok, ingatlanalapok, részvényalapok, ezek hogyan viselkedtek így a mögöttünk álló mondjuk körülbelül négy évben. Mit szóltok? A kötvényalapok, ugye a sötétkék, hát ezek meneteltek a legnagyobbat. Ugye volt végre kötvényhozam, kockázatmentesen lehetett jó kötvényhozamokat elérni, ugye a legrövidebbek a pénzpiaci alapok, azután jönnek a rövid kötvények, majd akár a hosszabb kötvények. A legtöbben szerintem legalábbis a saját tapasztalatunk alapján a holdnál a rövid kötvényeket, a széfeket választották, aminek nagyon rövid a lejárat ideje, mert abból könnyű kiszelni, nincs benne nagy kockázat. És ez az, amit mondtam korábban, hogy itt lesz leginkább fontos az, hogy figyelni kell, hogy a visszatekintő hozam az nem egyenlő a jövőbe tekintő hozammal, de akik most széfben vannak és rövid pénzpiaci alapokban vannak, ők lesznek azok, akik nagyon gyorsan ki fognak cashelni belőle, és keresni fogják, hogy milyen plusz alternatíva van. Jellemzően mennek át szerintem majd a vegyes alapokba, abszolút hozamú alapokba. Nagyon kevesen fognak átmenni részvény alapba direktbe. A vagyon egy részével lehet, de nagyobb kockázatot nem akarnak majd vállalni, így inkább alacsonyabb kockázatú, abszolút hozamú vagy vegyes alapokba fognak szerintem átmenni sokan. Korábbi tapasztalatom legalábbis ez, hogy a kockázatvállalás az nagyon óvatosan épül, hogy ki mekkora kockázatot szeretne majd vállalni, és itt az ábra is jól mutatja, hogy volumenit tekintve a többi eszközosztály az nem sokat változott. Tehát aki az ingatlanalapokat tartja, oka van annak, hogy miért nincs nagy mozgás benne jellemzően, valamiért hisznek az ingatlanban, részvényeket is azok tartanak, akik kifejezetten szeretnének reálhozamot elérni, de a kötvényalapoknál érdekes ez a trend, hogy ez mindig így alakul. Amikor van kockázatmentes hozam, akkor ennek a volumen, a számossága megnő, utána pedig szépen lecsökken. Még akkor is, ha inkább bankszámlán tartják a megtakarítók. Ez pontosan így van, és akkor még egyszer hívjuk fel a figyelmet arra, hogy itt most az ábrán jól nézem, több mint 3000, közel 4000 milliárd forint van kötvény alapban. Az fontos, hogy akinek most kötvény alapja van, az ne 15-16%-os hozamra számítson, hanem tudja, hogy ez érdemben csökkenni fog a következő egy évben, és ennek tudatában tartsa. Ha racionális döntés van, bár ritkábban megyünk az erősebb kockázat felé, de akkor ennek a megoszlásnak némileg azért változnia kellene a közeljövőben. Hogy később beszélni fogok az online vagyonkezelésről, hogy ott mit tapasztalunk, ott egyébként azt gondolom, hogy az üzenetek átmennek nagyon jól, mert ott pont az ellenkezője igaz annak, amit most mondtam, hogy nem az alacsony kockázatú eszközöket tartják sokan, hanem inkább a magas irányába mennek el. Igen, hát erről természetesen sokat fogunk beszélni. Na hát ez egy remek ábra, ugye ez Attila ötlete volt, hogy mutassuk meg, a Magyar Nemzeti Banknak egy 2020 év végi felméréséből származik, ennél sajnos nincsen frissebb, majd idén ősszel elvileg már lesz, de valószínűleg hasonlót fogunk látni azon is. Itt ugye azt láthatjátok, hogy ha 10 részre osztjuk a magyar lakosságot, az szerint, hogy
kinél mennyi vagyon összpontosul, akkor ott az ő megtakarításaikon belül milyen összetétel tapasztalható. Ugye az egyes oszlop, tehát amit bal oldalon látok, ez a legszegényebb decilis, vagy legszegényebb tized, hogy magyar szóval mondjuk, tehát ők azok, akiknek a mondjuk 10 millió emberből a legszegényebb 1 millió embert, a legkevesebb megtakarítással rendelkező ember. És ahogy ugye megyünk fölfelé, második, harmadik, negyedik, stb., és ha eljutunk a jobb oldalra, az a tizedik tized, a leggazdagabb 1 millió ember, na nekik már egészen máshogyan oszlik meg a meglévő megtakarításuk. Milyen tanulságokat lehet levonni ebből szerintetek? Ugye felhívnám a figyelmet például a zöld oszlop, ami a részesedések, tehát különböző vállalati részesedések és hasonlóaknak a gyűjtő kategóriája, az ugye óriási csúcson van a tizedik decilisben. És azért szeretem ezt az ábrát, mert általában úgy élünk, hogy példaképeket választunk magunknak. És ugye ez beindul már ott, hogy a kisgyermek a szülei a példaképek, amikor párt választasz magadnak, szintén a szüleid először a példaképek, utána lehet a főnököd, a barátod, stb. És hogy ezt így úgy lehet tekinteni erre, hogy ki az én példaképem. Annyit kell még tudni hozzá, hogy az egyes és kettes osztályba tartozóknak jellemzően azért van így a megosztás, mert ők nem tudnak maguknak ingatlant venni, nincs még saját ingatlan vagyonuk. A 19-es és főleg a 10-esnél ott pedig nagy a saját befektetésük, a saját tulajdonuk, és ők azok egyébként a 10-es, 9-es, 10-es, akik a legtudatosabbak, nekik van sok kötvényük, sok befektetési jegyük, részvényük, ők azok, akik a legtudatosabban kezelik a pénzüket, akik a legjobban tudják, hogy miként lehet pénzt keresni, és inkább itt ezt fontos szerintem látni, hogy a gazdagok azért lesznek még gazdagabbak, mert tényleg kezelik a pénzüket, tényleg befektetik, míg látszik, hogy a középosztály, ők sokkal inkább hajlamosabbak arra, hogy a számlán hagyják a pénzt, bankbetétben hagyják a pénzt, vagy készpénzük van, és egyáltalán nem foglalkoznak vele. Tehát ez ezért fontos, hogy azt kell eldönteni, hogy ki hova szeretne tartozni, és hogyha szeretnénk inkább úgy élni, mint a tízesek, akkor úgy kell viselkednünk, és úgy kell befektetnünk. Tehát szerintem ennek ez a legfontosabb üzenete. Igen, tehát hogyha megnézzük, hogyha kiválasztom az ábra a közepét, az 5-ös, 6-os, 5-dik, 6-dik tizedet, akkor azt látom, hogy a készpénz és a bankbetét együtt a teljes pénzügyi megtakarítás kétharmadát kiteszi. És ugye erről mondtuk azt, hogy semmi értelme nincsen. Tehát, hogy ezzel a pénzzel valami mást kellene csinálni, az ő esetükben biztos, hogy kizárt, hogy preferenciális árazású bankbetéttel rendelkezzenek, tehát hogy itt ott egy nagyon nagy fokú tévedés van például. Igen, engem egy dolog megfogott, amit mondott az Attila, hogy a leggazdagabbaknak vannak leginkább kötvényeik, illetve befektetési alapjai. Olvastam erről nemrégiben egy iszonyú érdekes statisztikát, hogy fel is vetném nektek, hogy mit satszoltak, hogy az összes befektetési alapban lévő megtakarításból mekkora az a hányad, ami a leggazdagabbakhoz csoportosul, tehát a felső decilisnek a kezében a befalapok hány százaléka van. Tehát most a globális nézve, nem, ez magyar háztartások közül. Aha. Magyar háztartások közül. Egyébként ez valóban úgy van, ahogy Attila mondja, tehát hogy ez többnyire a gazdagokhoz, de hogy engem rettentően meglepett, hogy mi az az arány, ami tényleg a top 10%-nak a kezében van. 60-70%. Én 80-at tippelek. Igen, nagyon kemény. Mind a kettőtök még konzervatív volt. 90%-ot is eléri a leggazdagabbaknál lévő befalapállomány. Tehát amit ugye az előző ábrán is láttatok, az igazából a gazdagoknak a megtakarítási megoszlása. Na, azt hiszem utolsó, ajjaj, kicsit szétcsúszott a cím, mert legközelebb jobban odafigyelek. Mit látunk ezen az ábrán? Attila, kérlek, itt ezt vezest fel neki. Ez megint, hogy hova szeretnénk tartozni egy kicsit, amiatt érdekes ábra. Ugye azt lehet látni az ábrán, hogy más országok miként kezelik a más országokban, hogy alakul a megtakarítási állomány. És itt a korábban emlegetett kötvényhozamok befolyásolják azért azt is, hogy ki miben akar, vagy be akar-e fektetni egyáltalán. Ugye akkor, amikor Magyarországon nulla körüli kamatok voltak, amit mondjuk egy átlag megtakarító vagy cég el tudott érni, akkor azt mondták, hogy oké, pörög a gazdaság, nem gond, hogy nem kapok kamatot, meg nincs hozamom, mert a saját bizniszből tudok pénzt keresni. Ott van számlán, vagy letéti számlán is, és teljesen nyugodt mindenki. Akkor viszont, amikor mondjuk tőlünk nyugatabbra negatív kamatok voltak euróban,
akkor az már egy fájdalmasabb pont. És nagyon sokan azt gondolták, hogy de azt még elfogadtam, hogy nullát kapok a pénzemért, de azt, hogy mínusz 0,5%-ot kapok, azt már nem, és inkább elkezdem kitalálni valamit, hogy mit lehet egyáltalán tenni. Hogy van-e valamilyen opció, hogy hosszabb lekötésnél kapok egy kis betéti kamatot, vagy kötvényt veszek, vagy ha egyik sem működik, akkor elkezdek részvényt venni. Ugye ez volt az egyik oka annak például, hogy nagyon sokan azt gondolták, hogy nem akarok bukni a pénzemet, inkább elkezdek részvénybe fektetni, és ez egy óriási lehetőség volt a részvényalapoknak, meg a részvénypiacoknak, hogy plusz forrást kapjanak, mert az a pénz, ami egyébként negatív hozamot hozott volna, az bekerült nagyon sok esetben a részvényalapokba, vagy olyan alapokba, amik vegyes alapok, de van egy részvénykitettsége. Mellette egy másik opció az volt, hogy gyakorlatilag hitelt is nulla körüli kamaton lehetett felvenni, és ebből lehetett szintén akár cégeknek buyback-et alkalmazni, venni a saját részvényeiket, vagy pedig azt mondani befektetőként, hogy úgyis nulla körüli szinten kapok hitelt, és akkor tudok venni ebből a pénzből befektetést, tudok venni részvényt, és elindul egy tudatosság abból, hogy oké, ha már veszek, akkor pontosan mit tudjak venni. Ugye Írország ennek az egyik fellegvár, és látszik, hogy az írek, a németek ebben nagyon tudatosak. Magyarországban ott van középen, pont amiatt, mert nulla körüli kamatszint volt, nem volt annyira fontos, hogy elérhető hozamot lehessen elérni, és látszik, hogy minél tudatosabb egy ország, és annak a lakosság, és minél többet foglalkoznak azzal, hogy legyen pénzügyi kultúra, ez annál inkább működik, és annál tudnak jobban növekedni. Tehát szerintem itt is a tudatosság a fontos, meg abban, hogy muszáj művelődni és foglalkozni azzal, hogy minél több információ legyen a befektetésekről, mert akkor lehet tovább gazdagodni. Ez hasonlít nagyon az előző ábrához, hogy kihez akarunk tartozni. Itt nekem egy dolog megütötte a fülemet, hogy mondtad, hogy léteztek, ha nem is most, de mondjuk egy pár évvel ezelőtt még bőven lehetett Európában találkozni negatív kamatszintekkel, vagy negatív hozamszintekkel. Ez hogyan fordulhat elő? Tehát hogy lehetséges az, hogy egy befektető belemegy egy olyan dealbe, hogy odaad 100 forintot, és mondjuk 99 és felett fog visszakapni a végén, és ő ezzel elégedett. Magyarországon is volt ilyen a céges pénzekre, tehát nem volt Euróban kamat. És azt mondja a bank, hogy neki egyébként foglalkoznia kell a pénzkezeléssel, annak van egy díja, és hogyha nulla kamatot kap a bank egyébként a kihelyezett kötvénye után, és neki 1%-ba kerül a pénzkezelése, akkor azt felszámítja az ügyfélnek. És már is negatív a betéti kamat. Ami tankönyvekben nagyon... És készpénzben nem fogja kivenni a vállalat, ugyebár egy ilyen nem fogja kirántani a pár millió euróját, hogy betegye a... Igen, nem is teheti meg, meg nem is nem. Tudja. Elképesztő. Na, ez volt az egyik olyan nagy anomália, ami nekem fiatal közgazdász palántaként nagyon így, nem tudom, hát hosszas gondolkodásba ejtett, hogy ez mégis hogy jön ki. De ezek szerint van erre magyarázat. Itt hát egy nagyon hosszú időtávra visszatekintő ábrát láthattok. Ez egy amerikai professzornak a gyűjtéséből származik, de feliratoztuk magyarra. Reálhozamokról van szó természetesen, tehát inflációval korrigált mindaz, amit itt láttok. És az rajzolódik ki, hogy a különböző befektetési eszközosztályok, azok milyen hozam elérésére képesek hosszú távon, nagyon-nagyon hosszú távon. Tehát, hogyha mondjuk alulról elindulunk fölfelé, láthatjátok, hogy a készpénz, a dollárban tartott készpénz, utána az arany, aztán a különféle állampapírok, kötvények, és végül a részvények, azok ebben a vizsgált több mint 200 éves időtávban milyen reálhozamot tudtak megtermelni. Azt hiszem, hogy most válaszoltál is a korábbi hallgatói kérdés, hogy 200 éves időtávon biztos, hogy megéri részvényt venni. Igen, hát ott ugye 10 évre vonatkozott, több 10 évet kell egymás után pakolni, és akkor tényleg megvan a válasz. Ugye a részvények, ha valaki esetleg túl kicsiben látna, évente csak nem 7% körüli infláció feletti hozamot termeltek dollárban. Ez ugye agyonvert bármely más eszközosztályt. Azt azért tegyük hozzá, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor hogyha egy rövidebb időtávot nézünk, mondjuk az utolsó 50 évet, akkor mondjuk az ma már az amerikai piac sem hoz infláció felett 7%-ot, hanem sokkal inkább 5% környékén van ez a prémium, valami ilyesmi él az emlékeimben. Tehát, hogy ezek az éves átlagos infláció felett elérhető hozamok, azért változnak, és hogyha görbéknek az alakjait nézzük, akkor ebben van is változás. Hiszen, hogyha a görbe dinamikája megváltozik, akkor az adott ponttól az éves elérhető átlaghozam is mást jelent.
Persze, ez tiszta sor. Itt egyébként az is egy érdekes dolog, és én maradok akkor ennél a nyilván nem tudunk most másból kiindulni, mint amit kiszámolt a professzor, hogyha $1 valaki befektetett 1802-ben a különböző eszközosztályokba, akkor az most arra mennyire hízott, reál értelemben ezt hangsúlyoznám. Ugye a készpénz az veszített az értékéből, tehát látjátok a legalsó szürke vonalat, hogy az lefele ment. Egyébként az értékének a 95%-át elveszítette a dollár ebben a 200 évben, tehát $1 az mostanra ilyen 5 cent környékére sorvat. Az arany az, hát mondjuk azt így jó indulattal, hogy kicsivel infláció feletti hozamot tudott hozni, tehát $1 $3 tudott nőni valakinek a vagyona, de ehhez 200 évig kellett ülni a befektetésben, és akkor ott, ha a kötvényeket megyünk, egy ilyen pár száz kötője pár ezer dollárra tudott hízni, már egyetlen $1 kezdeti befektetés, de ez sem képes versenyezni a részvények eszközosztályával, ahol milliós nagyságrendre hízott, tehát $1 $1 billió dollár lett, hogyha valaki türelmes volt és kivárta ezt a hosszú időt. Hát ez is összhangban van azzal, amit Attila is mutatott, illetve az összes korábbi hasonló diánkon itt megfogalmazódott tanulságként. Na, hát Jolly Joker univerzális ábránk, amit mindig nagyon szeretünk felvillantani. Itt ugye Attila mondta is, hogy lesz egy kis vita köztünk, de akkor mi elmondjuk a tézist? Balázs, elmondod a tézist a megtakarítások alapvető logikájáról? Igen, alapvetően ez úgy néz ki, hogy ugyebár csak mutatom az egérrel, látszódni fog nálatok is, hogy elindulunk az állampapír, bankbetét, államkötvény, részvény, kriptodeviza. Ugyebár inflációt hosszú távon 2-3% közötti szintre szeretik belőni a jegybankok, Magyarországon inkább 3 a cél, tőlünk nyugatra inkább 2 a cél, fogadjuk el ezt a 3-at. És ugyebár mindig az infláció felett szeretnénk valamilyen hozamot elérni, és láthatóan ugye, hogyha egyéves állampapírt vásárolunk, tehát rövid futamú állampapírt, akkor mondjuk ilyen 0,2-0,25-ös infláció feletti hozamot tudunk általában megcélozni, bankbetéttel még talán ennyit sem, hogyha hosszabb államkötvényekbe merészkedünk, és ahogy egyébként nő a kötvény futamideje, úgy nőnie kell, hiszen azért vásárolok hosszabb kötvényt, hogy nőjön az elérhető hozamom. Ez már elérheti a 0,5%-ot, viszont itt megjelenik a kockázat is. Igen, hogyha veszek egy 5 éves államkötvényt, és most nem inflációkövetőről beszélek, hanem hagyományos államkötvényt, akkor bizony annak van kockázata, hiszen ha én megveszem ma hasraütésszerűen 6%-on az 5 éves államkötvényt, és valami történik a világban, és jövő héttől 7%-ot fizet az 5 éves államkötvény, akkor bizony az én államkötvényem leértékelődött, azon bizony veszíteni fogok, és akkor bizony kevesebbért tudom eladni, tehát ennek már van kockázata. És ezt tekintjük azt, hogy egy ilyen potenciális jellemző veszteséget tüntetünk fel a túloldalon. Vállalati kötvénynek értelemszerűen magasabb a kockázata, ingatlan, igen, ne higgyük azt, hogy az ingatlan kockázatmentes, ennek is van valamilyen kockázata, ez magasabb lehet pont emiatt az infláció feletti hozama, és bizony Magyarországon is láttunk olyat, hogy volt veszteség ingatlan befektetésből, és nyilván a részvény az, ahol egy ilyen 4-4,5% infláció feletti tudunk elérni, és ezért ezzel párhuzamosan a veszteség is nagyobb tud lenni, tehát egy 10-15%-os jellemző veszteséget is elérhetünk. Ne tévesszük szem elől azt, hogy ebben a várható hozamban ez az időszakos veszteség is benne van, és ki kell egyenlítődnie, tehát az alsó kockázati szintet ezzel együtt értelmezzük, csak hát ugye nyilván azt jelenti a kockázat, hogy nem szabad meglepődni, hogyha a számla kivonatunkon aktuálisan veszteséget látunk. És akkor ezen a ponton a kriptodevizákkal inkább csak egy kérdőjellel jelöljük, mint végtelen hozam, végtelen kockázatot, ugyebár az elmúlt években is láttunk minden tűzijátékot fölfele, tűzijátékot lefele. Ez gyors volt. Még levegőt sem vett közben, igen. Én figyeltem. Nekem az volt a gondom ezzel az ábrával, hogy ez általánosságban nagyon jó, de mindenki inkább az aktualitásokra kíváncsi. És most, amikor azt látja valaki, hogy egy infláció követő állampapírral mondjuk 16-18% hozamot ér el prompt, akkor úgy nem érti ezt az ábrát, hogy miért mondjuk ezt a 3% plusz 0,25%-ot. Tehát ez az egyik fő gond vele, és mellette, hogyha Magyarországra vetítjük le szintén, akkor
de akkor azzal sem találkozunk, hogy 3% plusz 0,1% betéti kamatot találunk, mert alapvetően nem talál ilyet most egy átlagos lakó, bocsánat, az átlagos szóért, egy olyan befektető, akinek nincs mondjuk egy saját bankára is, és tud neki ebben segíteni. És az államkötvényeknél pedig nagyon fontos, amit mondtál, a kötvény átárazódás, hogy az ábrán az nem látszik, hogy hogy tudnak a kötvények átárazódni, és mennyivel lehet ezzel plusz hozamot elérni, hogyha minél hosszabb a kötvénynek a lejárat ideje, annál fontosabb, hogy a kötvényhozamok hogy alakulnak, hogy árazódnak át. És most, amikor majd csökkennek a kötvényhozamok, akkor a korábbi magas kuponú kötvénnyel többet lehet keresni. Korábban viszont fordítva volt, hogy a hosszú kötvényekkel nagyon nagyokat lehetett bukni. És ez igaz a vállalati kötvényekre is, hogy főleg amikor egy vállalatnál kérdésessé válik a vállalat működése, vagy egy recesszió közeleg, akkor egy vállalati kötvénynek a kockázata akár megközelíti mondjuk egy részvénynek a kockázatát. Abszolút. Is. És lehet, hogy sokkal illikvidebb egy vállalati kötvénypiac, mint egy részvénypiac, tehát ebből a szempontból nem biztos, hogy mérsékelt egy vállalati kötvénynek a kockázata. Ez mindig attól függ szerintem, hogy milyen vállalatról van szó általában. Tehát sok esetben tapasztaltam azt, hogy azt gondolták a vállalati kötvényről, hogy nem kockázatos, és rövid távon akár 50-60%-ot csökkent az árfolyama, és nem értik, hogy mi történik, amikor ki akarnak szállni belőle. Tehát ez egy alapvető logika, igen, és ettől azért nyilván eltér a valóság, tehát ugye a 2022 volt talán az az év, amikor angol államkötvényeken, 10 éves államkötvényeken brutális nagy veszteséget lehetett elérni. Tehát ennél jóval nagyobbat, tehát több 10%-os veszteség volt angol államkötvényeken, tehát ez azért nem egy himi-humi ország azért, és tehát azért is van itt ennek az a címe, ennek a diának, hogy alapvető logika, és innen leszármaznak, innen azért megjelennek azok az eltérések, mint a magyar specifikum, a lakossági infláció követő állampapír, ami úgy követi az inflációt, hogy nem is akkor fizeti, amikor az az infláció van, hanem később. Tehát nagyon sok minden származik ebből, de Attila, teljesen egyetértek abban, hogy az aktuális specifikumok ettől, amit itt látunk, borzasztóan el tudnak térni. És még egy fontos dolog van szerintem, amit saját tapasztalatból látok, hogy például ha Magyarországot nézzük, akkor a befektetőknek a döntő többsége az ingatlant preferálja az első helyen, hogy ingatlan befektetésem legyen. És azt gondolják a legtöbben, hogy ebben van a legkisebb kockázat. Ez amiatt fontos, hogy az ingatlannak nem nézik az árazását, nem nézik napi szinten, heti szinten, havi szinten, hogy alakul az ára, hanem mondjuk egy évben egyszer vagy kétszer esetleg megnézik. A kötvényeknél sem nagyon nézik, míg a részvényeknél napi szinten lehet, a kriptonál napi szinten lehet látni, és azonnal azt gondolni, hogy én most nyertem, vesztettem, akkor is, ha nem adta el, de fejben teljesen másképp működik ennek óriási a pszichológiája, hogyha a napi szinten látja valaki az ingatlan árának a változását, amit nem lát, akkor az már egy más értéket ad, és ezért azt gondolom, hogy Magyarországon az ingatlan az nem a közepesbe, hanem inkább egy ilyen mérsékelt kockázatba tartozik. Oké, és hát azt hiszem, hogy ezt is kiveséztük, és suhannék is tovább. Hát szintén egy jól bevált ábránk, de én egyébként olyan nagyon sok időt ennél azért nem töltenék, mert nagyrészt kibeszéltük már a legtöbb eszközosztálynak, vagy a legtöbb olyannak, ami szóba jöhet, a különböző tulajdonságait. Itt ugye azt látjátok, hogy bankbetét, állampapír, különböző kötvények, részvények, illetve befektetési alapok és egyéb megtakarítási formák, azok milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, tehát jellemzően milyen költség mellett lehet elérni, mennyi befektetési szakértelemre van szükség, hogyha valaki szeretne beszállni, illetve milyen adózási, kicsit rá is lóg a fejünk, azt hiszem, de ezt most nem tudom megjavítani, milyen adózási attribútumok tartoznak ezekhez. Hát ezek alapján szerintem a befektetési alapok azok, amik több kifejtés is érdemelnek, de a befektetési alapok azért fontosak, meg a részvények például, vagy a kötvényalapok, mert ezek ott vannak a számlatípusokon. De maga a nyelv, mint nyugdíjelőtakarékossági számla, a nyugdíjbiztosítás, a nyugdíjpénztár, ez mind egy számlatípus, ahol lehet adókedvezményt, meg adómentességet elérni, és ezeken sok esetben befektetési alapok, meg részvények, vagy részvényalapok, kötvények vannak, és szerintem erre így kell tekinteni, hogy mi ez az időtáv, amiben gondolkozunk. Ugye a tartós befektetés számlánál 5 év, amiben gondolkozni kell ahhoz, hogy ne legyen rajta adó, míg az alsó 3-nál egy 10 éves időtáv után lehet azt mondani, hogy adómentessé válik. De egyébként a befektetés alapokat kell elsősorban ismerni, aki azt szeretné tartani, mert ezek lesznek rajta többségében az alsó 3 formátumon is, egy számlatípuson is.
Abszolút. Ezzel a kommentén teljesen nyit értek. Ugye nálunk például a Holdnál tartott befektetési számla van, és aki odajön hozzánk, mint ügyfél, többségében azt gondolja, hogy 5 éven túl gondolkozik, és érti azt, hogy azért nem kell neki adóval, meg szocóval foglalkozni, úgyis 5 éven túl tartja, és akkor tudja, hogy 5 év múlva, amikor a TBS lejár, akkor neki ez nem csökkenti a hozamát. Jó, oké. Szerintem a TBS-ről egyébként majd érdemes szót ejtenünk. Mert az valószínűleg sokakat érint, főleg ebben a, hogyha ebben a világban gondolkodunk. Itt ugye érkezett több kérdés, hát előzetesen is, meg itt a cseten is már többen rávilágítottak, hogy ez érdekelni őket, hogy milyen devizába érdemes most befektetni, tehát forintba, euróba, dollárba, svájci frankban, török lírában, vagy miben tartsam a pénzemet. Van itt egy inflációs kérdés, de erre most nem térnék ki. Inflációs módszertani kérdés. Tehát, hogy ti mit mondtok így az elmúlt, mondjuk itt látjátok egy ilyen 14 éves idősornak a forintnak a teljesítményét, illetve a cseh korona és a lengyel zlotyi, ugye az utóbbi kettő a kék színűek. Ez milyen tanulságot tartalmaz számotokra? Szerintem ez a jegybanki politikának köszönhető, hogy alapból Magyarországon volt egy csúszó értékelés az elmúlt időszakban. Ez abszolút látszott a kérdés, hogy ez a trend fog-e folytatódni. Ugye egy saját eszköze van arra a jegybanknak, hogy az exportot miként szeretné élénkíteni, vagy pedig a külföldi cégek magyarországi munkavállalóinak a munkabérét hogy akarja áttételesen emelni azzal, hogy az euróval szemben a forint folyamatosan tud gyengülni. Ez a politika azt gondolom, hogy nem fog változni, tehát továbbra is tartani fog a csúszó leértékelés. Ha a kamat különbözeteket megnézzük, már abból is lehet arra számítani, hogy akár folyamatosan a hosszú távot nézünk, akkor egy ilyen 2-3%-ot éves szinten tud gyengülni a forint, és ez tényleg attól függ, hogy egy banknak mi a célja, hogy mit szeretne pontosan. Így van, hiszen ugye a cseh jegybank jól láthatóan belőtte azt, hogy ő nem szeretné, hogy gyengüljön a cseh korona, tehát ez konkrétan ezen a 14 éves időtávon még erősödött is az euróval szemben. A zlotyi pedig minimálisan gyengült 5%-a. Csak annyit tennék hozzá esetleg, hogy 2010 és 2020 között mondhatjuk talán 21-ig volt egy ilyen kvázi menedzselt forint leértékelés, pont az export támogatás miatt, a gazdaság ösztönzés miatt, és ott azért néhány külső tényező és belső tényező azért belekavart a süteménybe, és felborultak a korábbi trendek, és az a kilengés az már nagyon nem volt óhajtott, ami elvitte 430-ig az euró árfolyamot, a forintnak az euró árfolyamát, és láthatóan nekem azért van egy olyan tanulságom is azért, hogyha egyszer felforraljuk a tűzhelyen a levest, akkor nagyon nehéz kihűteni. Tehát, hogy ezt az LKG görbét levinni egy nyugalmi szintre azért nehezebb lesz, mint a cseheknek, vagy a lengyeleknek. Ugye a csehek gyakorlatilag nem éltek. Olyan EKG görbéjük volt, hogy az egy szinte vonalzóval húzott egyenes. Na most egy stabilitás előnye versus gazdasági élénkítés előnye, és mi egy másik ligában játszunk, a történelem majd eldönti, hogy kinek volt, melyik gazdasági irányításnak volt igaza, de ma, ahogy Attila mondta, ma sokkal inkább az van bekódolva, hogy egy gyengülő trend, csak valószínűleg nem olyan mértékben, mint ami 22-23-ban volt, de gyengülő trend van előttünk, és innentől kezdve egyébként meg fokozatosan feljön annak a kérdése, hogy van létalapja egyébként a devizában történő befektetésnek. Sőt, én azt gondolom, hogy hosszú távon ez egy nagyon komoly stratégiai kérdés, hogy a megtakarításaim között van deviza arány, ha másért nem azért, mert a forint az nem egy világ deviza, tehát az én vagyonom az egyébként globálisan nem forintban mérődik, hanem euróban, vagy dollárban, vagy valamilyen értelmezhető nagyobb devizában, és ez még akkor is igaz, hogyha nem mozdulok ki Magyarországról. Innentől kezdve szerintem ez egy eszenciális kérdés, hogy legyen a megtakarítások között deviza, közvetlenül vagy közvetlen. Milyen devizát érdemes tartani? Ugye azt látni kell, hogy a portfóliókezelők nálunk úgy gondolkoznak, hogy mindenki abban tartja olyan devizában és olyan deviza arányt alkalmaz, amiben leginkább hisz. Ezért is van például az, hogy a vagyonkezelt portfólióknál van eurós, dolláros, cseh koronás, lengyel zloty és kitettség, mert nem mindig fedezik vissza a deviza árfolyamokat, és azt gondoljuk, hogy ha egy ország jó, akkor lehet annak jó deviza is, és ezzel lehet pluszban pénzt keresni. Itt az a kérdés, hogyha valakinek ami van pénze,
azzal mit szeretne kezdeni. Hogyha ez olyan pénz, amit el akar költeni, akkor abban a devizában kell tartani, amiben el akarja költeni. Ha mondjuk ez egy fél egyéves költés, akkor mindenképp, mert másképp az egy deviza spekulációnak számít. Hogyha hosszabb pénzről van szó, 3-4-5 évről, biztosan elkölti, akkor folyamatosan orientálódni kell abba a devizába, ami majd a költés lesz. Ha nem tudja, mire akarja ezt a pénzt felhasználni, mert egy hosszú távú megtakarítás, akkor sok esetben az jó, hogyha egy része biztosan abban van, amelyik országban ő él, ha Magyarországon él, akkor forintban, de mellett érdemes akár abban gondolkozni, hogy legyen akár egyharmad arányban forint, euró és dollár. Mert a legkereskedettebb devizapár az euró-dollár, és nyilván ez nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz a keresztárfolyam. Azt lehet látni, hogy ha gond van egyébként a világban, akkor megy a menedék devizákba, a dollárba, a japán jenbe, euróba a pénz, hogyha pedig nincs gond, akkor megy a fejlődő, feltörekvő piacokba. Magyarország ide tartozik, tehát emiatt jó ez a megosztás egy diversifikáció miatt. Arra van esetleg most így a fejedben konkrét, vagy konkrétos hasonló szám, hogy holnál a befektetők milyen arányban tartják a pénzüket eurós, dolláros, illetve forintos befektetésekben? Korábban döntő többség a forint volt, most új megtakarítások, főleg akik állampapírból hoznak hozzánk megtakarítást, nagyon sok, ami euróba és dollárba megy, de főleg euróba. Uh-huh. Tehát az új megtakarítás, ami kamatfizetésből jön, azok mennek. Ezért jó, hogy euróval, dollárral elindultunk az online vagyonkezeléssel, mert nagyon sok euróba áramlik. Uh-huh. Oké, na az online vagyonkezelésről rövidesen beszélünk. Itt annyit mondanék még, ezt ugye piros betűkkel már ki is írtuk, hogy ha elképzelünk egy alternatív univerzumot, ahol a forint az úgy viselkedett, mint a lengyel zlotyi, vagy a cseh korona, akkor a 2010-es szinthez képest ugye egy ilyen 5%-os gyengülés, vagy 4% körüli erősödés esetén milyen árfolyamot látnánk, tehát forint-euró árfolyamot, ugye vagy 258 forint, vagy 284 forint lenne az euró, hát ugye ettől nagyon messze vagyunk, most ilyen 390 fölött van jócskán. 395 volt utoljára, amikor láttam. Ja. Hát oké. Okay. És akkor most váltanánk témát, és most jön az a szakasz, ahol a megoldásra rátérünk, és ugye holnap van egy új erős megoldásra az online vagyonkezelés, amiben nem kell hatalmas nagy vagyonnal rendelkezni, hogy el tudjuk kezdeni, be tudjuk tenni online, kényelmes, költséghatékony, és akkor nézzük meg ezt a szakaszt. Igen. Annyit még hozzátennék, hogy persze leginkább mondjuk vállalati ügyfelek körében elterjedt, hogy ilyen sokféle befektetésben gondolkodjanak, de lakossági ügyfélként is ezek ugyanúgy elérhető dolgok, tehát természetesen ezt mindenki magára vonatkoztatva is értheti. Azért kell az, hogy mi befektethet egy cég, mert így érdekesebbé válik az ábra, hogy csak a cégekről van szó, de nem valójában a magánszemélyekről is szó van. Ugye onnan indulunk ki, hogy bankszámlán van a pénz, megjön a fizetés, osztalék, bónusz, bármi, és bankszámlára kerül a pénz. Ha jó esetben van betéti kamat, akkor ez a legegyszerűbb, le lehet kötni betéti kamatban. Néztünk sok ábrát, hogy ez pontosan hogy áll, ezt nem akarom tovább ragozni. Ugye államkincstár nagy kampányokat indított arra, hogy miért kell állampapírt venni, és miért jó állampapírt venni. A infláció követővel azt gondolom jól le is tarolta a piacot. A kérdés az lesz, hogy most, amikor kamatfizetések vannak, a kamatokat mennyien fektetik be újra állampapírba, vagy mennyien mondják azt, hogy ez már túl nagy méret a saját vagyonokhoz képest, és inkább más alternatívát keresnek. De állampapírba egyébként nem csak a lakosság fektet, meg nem csak a cégek, hanem az alapkezelők is tartanak pénzt állampapírba rövidebb vagy hosszabb lejárattal egyaránt. Ugye akik nagyon professzionális befektetők, és nagyon értenek a befektetésekhez, ők használják a különböző trading platformokat, részvényeket vesznek, ETF-eket vesznek, kriptoeszközöket. Ez egy olyan szofisztikált réteg, aki vagy ki akarja magát próbálni, vagy kifejezetten ért ezekhez a kereskedésekhez, vagy csak azt gondolja, hogy a vagyonának egy részét szeretné így kezeltetni. Akikkel mi találkozunk, vagy akikkel én találkozok, jellemzően a vagyonoknak egy kisebb részét, mondjuk 10%-át kereskedik saját maguk, és a többségére pedig azt mondják, hogy oké, ezt odabízom más szakember, és akkor próbálok versenyezni, hogy ki tud ebből több hozamot azonos kockázati szinten kihozni. Ehhez kell egy vagyonméret, mert nem mindegy, hogy valaki 100.000 forinttal kereskedik, vagy 5 millió forinttal, vagy 500 millió forinttal, mert minél nagyobb a kezelt vagyon, annál inkább megéri foglalkozni vele. Másképp, hogyha kicsi a vagyon, akkor jobban megéri inkább dolgozni is, és másra bízni a megtakarítást. És akkor itt jövünk képbe mi, mint alapkezelők, mint hold alapkezelő és vagyonkezelők, hogy mivel is foglalkozunk. Ugye a portfóliókezelőknek az a feladata, hogy ezt a három
eszközosztályt összefogja, és van, amikor azt gondoljuk, hogy érdemes a megtakarítás egy részét betétben tartani, a másik részét állampapírba, a harmadik részét pedig részvényekbe, vagy például van olyan portfóliónk, ami kriptoeszközökkel is foglalkozik, de megvan minden portfólió kezelőnek, hogy ki mihez ért a legjobban, kinek mi a sajátossága és mi a saját területe. Ha például egy eurós hozamot megnézzünk, hogy a következő 1-2 évben lesz-e kockázatmentes euró hozam, akkor az a jó hír, hogy 1-2 évre nem tudjuk, de most rövid távon biztos, hogy van, mert emelkedtek az euró hozamok, és akár ezekből a széf alapokból, vagy kockázatmentes pénzpiaci alapokból lehet most akár euróba is befektetni, mind magánszemélynek, mind pedig cégnek. De szerintem tovább is mehetünk. Pont ehhez kapcsolódóan érkezett egy kérdés, hogy ugye euróban, illetve forintban is lehet nálatok befektetni a holdnál, és hogy van-e különbség mondjuk a hasonló alapok eurós, illetve forintos változatai között. Tehát itt ugye úgy szól konkrétan a kérdés, hogyha gyengül a forint, akkor pont ennyivel emelkedik elvileg az árfolyama az adott alapnak, ami nem forintban van nyilvántartva. Szóval, hogy ezt nem lehet egyértelműen kimondani. Amiatt, mert attól függ, hogy mi a befektetői stratégia. Hogyha a portfóliókezelőknek az a döntése, hogy visszafedezik a deviza árfolyamokat egy vagyonkezelt portfólióban, vagy a saját befektetési alapjukban, akkor nem lesz hatással a forintgyengülés. Ha az a mondás, hogy ki akarják használni a forintgyengülést, akkor nem fedezik vissza. És amikor a forintot nézzük euróról, hogy forint és eurósorozat, ott pedig gyakorlatilag teljes egészében le van fedezve a mozgás, tehát ha amennyire elmozdul az egyik a másiktól, az 100%-ban le van fedezve. Tehát ott nem függ a hozam, az nem ettől fog függni, sokkal inkább a kamat különbözettől függ, hogy mennyi a forintos és az eurós portfólió között a kamat különbözet. Ott ez adja a különbséget, minél kisebb a kamat különbözet, annál inkább közelebb lesz egymáshoz a forintos portfólió, meg az eurós portfóliónak a hozama. Így nem tudom, hogy érthető volt. Igen, abszolút. Tehát, hogy a kiszűrhető ez a tényező. Igen. Rendben. És akkor itt van egy fő kérdés, hogy mi a különbség a szolgáltatások között, hogy a bankoknál jellemzően a privát bank elérhető, meg a brokeri szolgáltatással elérhető, vagy brokerage. Ugye nagyon jó broker szolgáltatók vannak Magyarországon, meg nagyon szinte minden banknál van privát banki szolgáltató. Ugye mi ezzel szemben teljesen mást végzünk, mi vagyonkezeléssel foglalkozunk, nem csak a privát vagyonkezeléssel 120 millió forint felett, hanem online vagyonkezeléssel limit nélkül. Tehát egyrészt egy nagyon klassz dolog, hogy a privát vagyonkezelés mintájára sikerült kvázi úgy megoldani ezt az online vagyonkezelést, hogy mindenkinek legyen egy olyan portfóliója, ami számára a leginkább alkalmas. És itt a fő kérdés az, hogy ki hozza a döntést. Ugye, hogyha valakinek egy brokeri szolgáltatása van, akkor a broker segít abban, hogy milyen kötvényt, részvényt, kriptoeszközt vegyen az ügyfél, és megköti vele. Vagy a privát bankánál szintén ugyanígy van, és segít kialakítani a portfóliót, míg a vagyonkezelésnél ezzel szemben úgy működik, hogy a kockázati szinteket meg a célokat kell közösen meghatározni, és én nem foglalkozom azzal, hogy milyen kötvény vagy részvény kerüljön a portfólióba, igazából egyáltalán nem feladatom, hogy ezeket tudjam, nyilván figyelni kell, mert tájékoztatni kell az ügyfeleket, amikor igény van, és értenem kell, hogy a portfóliókezelők miről beszélnek, így 100%-ban a portfóliókezelők kezében van a döntés, hogy mikor milyen eszközt tesznek egy adott kockázatú portfólióba. És szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy ki dönt. Itt nálunk a portfóliókezelők döntenek arról. Az ügyfél csak arról dönt, hogy mekkora összeget hoz hozzánk, milyen kockázatban, milyen devizában szeretné elhelyezni, az többi mind a portfóliókezelők döntése. És itt tud létrejönni egy egyenlő bánásmód elve, ami abban segít, hogy igazából mindegy, hogy egy privát bank ügyfélnek egy modellportfólióban 150 millió forintja van, vagy 450 millió forintja, ugyanaz fog történni nap végén a portfóliójával. Még egy privát banki ügyfélnél sok esetben megtörténik az, hogy szépen lassan tud a bankár haladni a portfóliók rendezésével, hanem egy-egy befektetés alap van a portfólióban, hanem több eszköz, akkor sokkal lassabban mehet. Tehát, és amikor nagy változás van, akkor a bankár sajnos nem mindenkihez ír oda, ami nehéz a bankároknak mentálisan, és ezt jó magam is tapasztaltam korábban, hogy amikor egy piaci helyzet van, nehéz, hogyha nem tudnak odérni mindenkihez, hogy a vagyonkezelésnél ez azért megoldott. Nem tudom, hogy ti ismeritek-e valamelyik modellt a kettő közül a működési elvét tekintve. Mind a kettőt, és én erre ráerősítenék, tehát, hogy alapvetően a privát vagyonkezelésben, amit a hold nyújt, ott arról van szó, hogy van egy
központilag egységesen kezelt vagyon, amiben becsatlakozik a befektetőnk, és kvázi befektetésünk, és kvázi az működtetik, ha változik a piac, akkor azonnal lereagálják, és ugye a másik oldalon, hogyha egy brokeri szolgáltatásunk van, tud zseniális lenni, viszont ugye már ott nagyon sok az egyéni, a hátránya az, hogy nagyon sok lett az egyéni tényező, tehát hogy most az az adott broker, aki velünk foglalkozik, ő mennyire jó. Az egyik esetben egy erősebben intézményesített háttér nyújtja a szolgáltatást, a második esetben pedig erősebb az egyén szerepe. Talán nyilván ott sem 100%, hiszen korlátok között működik, de erősebb az egyén szerepe. Talán ennyit tettem volna hozzá. Igen. Na, és akkor nekem igazából még egy kérdésem lenne, mielőtt a következő ábrát felvillantom, ami az egyik legizgalmasabb ábra lesz az eddigiek közül, hogy ugye volt szó erről, hogy a Hold is foglalkozik ügyfél vagy annak a kezelésével, de hogy mi az a minimális összeg, amivel lehet hozzátok jönni? Tehát, hogyha valakinek mondjuk 100 000 forintja vagy 1 000 000 forintja van, amivel szeretne elindulni, akkor ő már mehet egy ilyen nagy patinás szolgáltatóhoz, mint amilyenek ti vagytok, vagy várnia kell még, amíg gyűlik a pénze. 2022 óta igen, korábban is jöhetett, de korábban csak befektetési alapokat lehetett nálunk venni, vagy azokba lehetett befektetni. Ugye 2022-től viszont elindult az online vagyonkezelés limit nélkül, tehát gyakorlatilag, mivel TBS-en indít szinte mindenki számlát, ezért a 25 000 forintos induló limit az, ami limitként van, ez a minimum befektetési összeg, és gyakorlatilag el lehet kezdeni a szolgáltatást, ami nem csak abból a szempontból fontos nekünk, meg a tulajdonosoknak, hogy valaki ott legyen nálunk 25 000 forinttal, hanem van egy olyan oktatási anyag mellé, amivel próbáljuk edukálni az ügyfeleinket, ügyféljelöltjeinket, amit kevés szolgáltató tesz meg, és nagyon nagy fókuszt helyezünk arra, hogy heti szinten edukáció anyag menjen, a Hold blogon folyamatosan olyan írásaink legyenek, ami segít abban, hogy jobban megértsék a tőkepiacokat, és ehhez szerintem fontos, hogy akár kisebb összeggel is legyen nálunk valaki ügyfél. És látszik az, hogy szépen, amikor megérti, hogy működünk, amikor érti, miért jó a vagyonkezelés, az információ arra máshogy megy, akkor a vagyon tömeg is tud szépen növekedni. Tehát nem zárjuk ki a kis megtakarítókat. Mm-hmm. Szuper. Szerintem ez kifejezetten szimpatikus. És akkor mennyi az annyi? Tehát, hogy ugyebár három portfólió van a Hold online vagyonkezelésben, és Búcsú itt kigyűjtötte azt, hogy évesített mennyi az alacsony kockázatú, közepes kockázatú és magas kockázatú portfólióknak, online vagyonkezelt portfólióknak a hozama. Ez ugye 22 októberre után indult élesben, akkor lehetett befektetni, hát látszik, hogy 22-29% közötti éves hozamok vannak, ami hát több mint markáns. Most Attila, akkor itt mi mekkora tétet tehetünk arra, hogy ez így marad? Ugye ez az ábra abból a szempontból nem jó, hogy nagyon rövid az időtáv, amit meg tudunk nézni, mert Friss a szolgáltatás, igazából a 3-5 éves hozamra érdemes úgy leginkább fókuszálni, erre a másfél évre talán annyira nem helyes és nem is szabad, de mondtátok, hogy tegyük ki, mert legalább látszik, hogy mi történt az elmúlt időszakban, akkor, amikor voltak állampapírhozamok is. Ugye arra kifejezetten jó ez az ábra, hogy azt lehet olvasni belőle, hogy hiába volt magas infláció, meg hiába voltak jók az állampapírhozamok, mellette azért lehetett reál hozamot elérni vagyonkezeléssel, és arra is jó az ábra, hogy megmutatja, hogy rövid távon bizony vannak visszaesések, látszik ott 2023 márciusa után, hogy volt egy visszaesés, és nem biztos, hogy egy vagy kettő hónapon belül kiigazodik a hozama, nem lehet, hogy ehhez több idő kell, és látszik szintén 2023 augusztusánál is, hogy ott is bizony a magas kockázató portfóliónál majdnem év végéig volt egy ilyen nagyjából semminek mondható időszak, és utána ugrottak meg a hozamok. Ez nagyon sok mindentől függ, ez a portfóliókezelői döntés alapján alakulnak a portfólióinknak az összetételei, de abból a szempontból jó az ábra, hogy aki ránéz, látja, hogy van benne mozgás, van benne kockázat, minél kisebb a kockázat a portfóliónak, annál kisebb a szórása, a mozgása is. Ugye az alacsony kockázatú portfólióban volt a legnagyobb a kötvény aránya magyar
állampapíroknak az aránya, és ugye ebben azért van egy óriási változás, amiről még a webinárium elején beszéltünk, hogy ugye amikor egy átlagosan 15%-os hozam volt a bázis, amiben lehetett gazdálkodni, hogyha ez lefeleződik, akkor a kockázatmentes résznek a jövő az előre tekintő hozama is le fog feleződni, tehát nem ezzel kell kalkulálni. Bocsánat, csak egy kis kiegészítés, ahol itt Attila azt említi, hogy sok benne az állampapír, államkötvény, akkor mindenkinek fontos tudnia, hogy ezekben az alapokban nem lehet lakossági állampapír, ha jól tudom. Így van, ezekben diszkont kincstereget lehet tartani, vagy hosszabb állampapírokat, infláció követőt nem tarthatnak intézmények, így befektetési alapok sem tarthatnak. Tehát amit lakossági magánszemélyfélként meg lehet venni infláció követőt, ezt nem tarthatjuk valóban. Tehát köszönöm szépen a kiegészítést, és így sikerült ekkora hozamat elérni, ami szerintem annak köszönhető, hogy jó a befektetési stratégia, és ezt a többlethozamokat, ezeket mindig a részvény kiválasztással lehet elérni. Ja, az egy adottság, hogy mely a kötvényhozam, és abban egy nagyon pici hozzáadott értéke van a portfóliókezelőknek, de sokkal nagyobb van abban, hogy jól választják ki a részvénykosarat, és jól rakják össze. Tehát azt gondolom, hogy ha hasonló marad a piaci környezet a részvénypiacok tekintetében, meg a mi szemléletünk is, akkor is az előretekintő hozamaink kisebbek lesznek, tehát nem lesz évi 29%-os hozam. Ne legyen igazam, de idén kisebb hozamot jósolok. Okay. Itt most az egyik néző kérdezi, hogy ezek, ha minden igaz, ez a három portfólió, ez OVK alap. Tehát, hogy mind a három egy-egy alap. Egy-egy modellportfóliónak a hozama, így van. Így van. És akkor, hogy ez most mennyiben szükséges az online vagyonkezelés szolgáltatás keretein belül megvenni, vagy meg lehet ezen kívül is? Nem lehet. Tehát ezek nem elérhető alapok? Ezek nem elérhető alapok. Ez maga a szolgáltatás része, az csak egy technika, hogy ezek alapokban vannak. Tehát ez azért van alapokban, mert ha valakinek 100 000 forint van a számláján, akkor nem tehetjük meg, nincs arra kapacitásunk, hogy 100 eszközt tartson külön a portfólióban, viszont egy befektetési alapot lehet, és minden befektetési alap mögött van a többi befektetési alap, az alatt pedig a többi portfóliókezelőnek a munkája. De nap végén nekünk, mint Hold, egy befektetési alapnak vagy egy-egynek kell számolni a bruttó nettó eszközértékét, és azon belül történik a módosítás. Oké, okay, tehát de mondjuk akkor ez egy fontos elem, hogy ezek az alapok ebben az úgynevezett online vagyon kezelési szolgáltatásban érhetők el. És a szolgáltatás nem csak attól szolgáltatás, hogy van egy kezelési módja a vagyonnak, egy termék, hanem a folyamatos edukáció és a tájékoztatás is benne van, hogy negyed éven teleírjuk, hogy mi történt ebben a portfólióban, mi a piaci várakozásunk, míg ezt a befektetési alapoknak esetén sokkal kevésbé tesszük meg. Igen, ezt írtátok is, ugye, hogyha valaki érdeklődőként vagy ügyfélként érkezik hozzátok, akkor mire számíthat az online vagyonkezelés keretein belül? Itt mik a legfontosabb dolgok szerinted ezek? Ugye, ami legfontosabb szerintem, hogy nagyon sokan elindulnak abba az irányba, hogy kitöltik az alkalmassági tesztünket vagy kérdőívünket, amiből egyből meglátják, hogy mi az ő kockázati szintjük, és érzik azt, hogy amit mi nyújtunk, az számukra egyáltalán jó lehet, releváns lehet-e vagy sem. Ami számomra nagyon meglepő volt, hogy nagyon sokan esnek a magas kockázati portfólióba, és nagyon sokan indítanak magas kockázatú portfóliót. Én azt gondoltam, hogy az alacsony közepesből lesznek sokan, amikor a szolgáltatás elindul, de nem így van, hanem nagyon sokan magas kockázatú ügyfél. És jellemzően magánszemélyként szinte mindenki TBS számlát nyit, ami azt gondolom, hogy az adómentesség miatt egy nagyon fontos előny. Bárki bármikor megnézheti az egyenlegét, de jellemzően azért negyed évente, amikor a riportjaink elkészülnek, akkor mennek fel a felületre, és akkor nézik meg, hogy mi történt. Tehát Botonnak volt egy mondása, hogy nem kell foglalkozni, hogy mi történik egyik napról a másikra, fél évente, évente kell ránézni, és ez egész jól működik, hogy nagyon sokan negyed évente nézik meg a riportokkal együtt csak a hozamokat. És ugye itt Holdról beszélünk mindig, de kicsit meg kell nézni a jogi entitás részét is. Ugye az alapforgalmazó, Hold alapforgalmazó nyújtja a számlavezetést, meg az ügyfélszolgálatot és magát, az ügyfélkaput, ahol a vagyon nyilvántartása történik, és a Hold alapkezelő, aki maga a vagyonkezelő, Móricz Dániel vezetésével, itt történik a döntéshozattal, hogy egy-egy kockázatú portfólióban milyen eszközök legyenek, és ezek mikor kerüljenek változtatásra, mert a körülbelül egy 1000 döntés történik egy vagyonkezelt portfólióban egy évben, ami azért számosságát tekintve nagyon sok. Okay. Most pont most érkezett be ez a kérdés, hogy
hogy beszélünk-e az online vagyonkezelésről részletesebben is, praktikusan hogyan működik. Tehát azt gondolom, hogy ez azért itt így az Attila részéről elhangzott, tehát az érdeklődő kitölt egy alkalmassági tesztet, mert definiálásra kerül, hogy a három kockázati portfólióból melyik alkalmas számára, megnyitja a számlát, ha a számla megnyílt, beérkezik a pénz, és ugye onnantól kezdve pedig az a pénz egy nagy vagyontömeg részeként azonos elbírálásban befektetésre kerül rengeteg különböző egyedi befektetési elembe, kötvénybe, részvénybe. Úgyhogy ez a háttér, ez a praktikus működése, talán ezzel sikerült megválaszolni. Picit kiegészítem, nagyon sokat tudok erről beszélni, ha van időnk, szívesen beszélek. Ugye alapvetően az adja a magját a Holdnak, hogy van egy erős portfóliókezelői csapat, van egy makroelemzői szemlélet és egy mikroelemzői szemlélet, megvan az, hogy melyik elemző mivel foglalkozik, melyik eszközosztálya, általában 8-12 céget követ folyamatosan, és mondjuk ebből 6-8 bele is kerül a portfólióba. És folyamatosan a portfóliókezelők egymás között beszélnek arról, hogy kinek mi a piaci várakozása, mi a cégnek az értékelése, mi a megfelelő árfolyam, és amikor egy elemző beszél egy cégről, akkor a portfóliókezelők egyenként eldöntik, hogy szeretnének befektetni abba a cégbe, vagy sem, mikor és mekkora összeget. Ugye nagyon sok portfóliókezelő van nálunk, akiket sokan ismernek, ugye aki a cég alapítója volt, Szabó László, mellette most aki az ügyvezető vezérigazgatónk, ő Szabó Balázs, aki szintén kezeli az Expedíció alapot, vagy Szőcs Gábor, aki az Orion alapot kezeli, és Móricz Dániel és Csár Tamás viszik a Columbus alapot és a részvény alapjainkat. Tehát ők döntik el, hogy egy-egy befektetés alapban milyen eszköz kerüljön. Ezentúl Móricz Dániel vezetésével kerül eldöntésre, hogy egy-egy kockázató portfólióba egyáltalán milyen eszközök kerüljenek be, melyik mennyi mandátumot kapjon mondjuk a részvény alap, mennyi mandátumot kapjon a közép-európai részvény alap, vagy a pénzpiaci alapunk a szép, hogy egyáltalán mit gondolunk a kockázatokról. És ez folyamatosan alakításra, menedzselésre kerül attól függően, hogy mi a piaci szemlélet. Tehát ha azt gondoljuk, hogy valami nincs rendben a piacokon, és akár egy nagyobb piaci esés is lehet, akkor az a döntés is csökkentik mindegyik portfóliónak a kockázati szintjét. Hogyha mondjuk beestek a piacok, vagy mégsem úgy sikerült, és nem volt piaci esés, hanem mennek tovább, akkor pedig szintén a portfóliókezelők döntés, hogy a kockázati szintet emeljék-e meg. Igazából ez az, amit nem lehet lemenedzselni akkor, amikor valaki csak egy-egy befektetési alapot tart, mert akkor annak az egy portfóliókezelőnek a döntése fog érvényesülni rá, vagyonkezelésnél meg a teljes holdcsapatoknak gyakorlatilag. Tehát ez a legnagyobb fókusz, és itt a fókusz a portfóliókezelőkön van, hogy ők milyen döntést hoznak. Én, mint vagyonkezelő, én azzal foglalkozom, hogy a kommunikáció az jó legyen az ügyfelek és a portfóliókezelők között. Személyesen beszélsz az ügyfelekkel? Igen. Okay. Én privát vagyonkezeléssel is foglalkozom, ott személyes kapcsolattartás van. És az online vagyonkezelés részében? És az online vagyonkezelésnél ott ritkább, aki érdeklődik, de hogyha valakinek van 60-80-100 millió forintja, ő azért szeretné sok esetben tudni, hogy tényleg ott létezünk-e, vagyunk-e. És van, aki azt mondja, hogy Teams-en beszéljünk, vagy bejön pár percre személyesen, és személyes bezonosítás miatt, tehát, hogy ez abszolút működik. Konferenciákon sokakkal találkozom, tehát, hogy ez egy működő modell. Szuper, és akkor szerintem jöjjön egy következő nagyon izgalmas kérdés, ami arról szól, hogy mennyi a vagyonkezelés díja. És hát pont ezt fogja mutatni a következő ábránk. Egy kicsit megteszed, hogy összefoglalod, bár minden nulla, de mégis ez mit jelent? Ez nem a vagyonkezelés díja, hanem ez a... Kiegészítés. Ugye volt egy hármas ábra, hogy ügyfél, holdalapforgalmazó és holdalapkezelő. Ez a számlavezetőnek a díjait mutatja, hogy a holdalapkezelő, mint vagyonkezelő átvállalja a számlavezetés díját, itt gyakorlatilag nincs. És azt mondjuk, hogy próbáljunk egy egyszerű, érthető díjazást mutatni, hogy egyáltalán mibe kerül ez a vagyonkezelés. És ugye ezért jó, hogy befektetési alapokon keresztül megy a vagyonkezelés, mert a befektetési alapokat sokan értik. Ugye a befektetési alap azért jó, mert annak van egy biztonság szempontjából is jó, nem csak praktikum szempontjából. Ugye a befektetési alapoknak van egy letétkezelője, egy számlavezetője, könyvelője, könyvvizsgálója, és azokat a befektetési alapokon belül díjként kell tekinteni. De ha valaki beutal hozzánk, és automatikusan megtörténik a befektetés, akkor ennek nincs vételi díja, nincs visszaváltási költsége, ha ki akar utalni a saját számlájára. Mert ezek a tranzakciós díjak, tranzakciós illeték, ez nincs, ezt mind
a Hold átvállalja az ügyfelektől, és egy konverziós díjunk sincs. Tehát ha valaki mondjuk eurós számlát nyit, eurós portfóliót nyit és forintot utal be hozzánk, akkor nem számítunk fel konverziós díjat, hanem ha bejön az utalás aznap 10 óráig, akkor 11 órakor mi konvertálunk, ugye aznap mindig 11 órakor határozza meg az MNB a napi középárfolyamot, és nagyon közel tudunk váltani, hogy a piacon kapjuk mi is. De ez nem azt jelenti, hogy akkor középárfolyamon váltjátok, tehát ott a vételeladásnak azért egy kicsike kis... Igen, ez 20-30 fillér attól függ, hogy a piacon mi is hogy kapjuk. Nekünk nincs rajta díjunk, az ING-n keresztül váltunk, és ez körülbelül 20-30 fillér ezzel kapják. Tehát ha mondjuk egy 396-ról beszélünk, hogy ez a napi középárfolyam, akkor lehet, hogy 396,3-at kell fizetni egy euróért. Ami még mindig sokkal kedvezőbb, mint általában a banki konverziók, akik azért 1-2%-ot ezért felszámolnak, és általában a tapasztalat az, hogy a bankoknál a devizautalás az többbe kerül, mint egy forint utalás. Tehát ebből a szempontból is fontos az ügyfeleknek, hogy forintot utalhatnak hozzánk, és mi váltjuk át euróra. Azt gondolom, hogy ismerve a banki szolgáltatások díjazását, ez a devizaváltás is egy nagyon-nagyon kedvezményes keretek között tud megtörténni, és... Bocsánat, még ehhez érkezett egy nagyon speciális kérdés, hogyha valakinek már van meglévő TBS-e, és azt szeretné hozzátok áthozni, akkor ennek milyen díja van? Nincs díja. Hát már a fogadó oldalon, bocsánat, ahonnan elindul, ott lehet transfer díj. Ott lehet transfer díj, tehát hogyha most nem nevezek meg, mondjuk 12-es szolgáltatónál van TBS számla, onnan el kell transferálni, és annak lehet díja. Igen, ezt tehát a saját díjától függ. Nálunk a fogadásnak nincs díja, akkor sincs díja, hogyha tőlünk viszi el. Tehát holdos színekről beszélve nincs semmilyen díja. Hogyha valaki szeretné hozni, és általában pénzt hoznak hozzánk, akkor pedig utalási díjat számolnak fel, ami vagy maximalizálnak, vagy nem, de akár ilyen 0,5% is lehet. Oké, és akkor az online vagyonkezelés, mint szolgáltatás keretében tudtok fogadni máshol megnyitott TBS számlát? Ugye gyakran jönnek hozzánk TBS-ek, forintot, eurót, dollárt tudunk fogadni, vagy saját holdos alapokat, ami hold számlánkra. Tételezzük fel, hogyha van egy TBS számlán valahol. Ezen van most csak fikcióként MOL, OTP, Richter és Telekom részvény, csak hogy a blue chipeket említsem. Ezt akkor így adjam el ott, ahol van, és cashben menjen át a TV. Tehát, hogyan? Vagy hogyha átmegy az értékpapír, akkor megoldjátok. Nem oldjuk meg, nem tudunk fogadni online vagyonkezelésbe, csak cash. Tehát forint, euró, dollár fogadunk, vagy holdas alapokat. Ha valakinek részvényportfóliója van, akkor azt gondolom, hogy általában valamelyik brókercégtől viszi brókercéghez hozzánk. Inkább olyan TBS-ek jönnek, ami mondjuk vagy államkincstárában, vagy pedig befektetés alapokat tart most is rajta. Tehát akinek egy bróker is szolgáltatónál van portfóliója, jó, ott is fogja ezt tartani nagy valószínűséggel. Csak egy ilyen igen-nem szinten nyelszámla is átvihető hozzátok? Sajnos nem. Nem. És akkor az OVK keretében, ha jól érzem, nincsen nyelszámla. Nincs. Ez nagy szívfájdalmam, azért vettem szóval ilyen nagy levegőt, mert nagyon szeretném, de sok fejlesztésünk van még, úgyhogy remélem, hogy akár egy 3-5 éven belül lehet nyelszámlánk. De nagyon jó a nyelsz, nálunk sajnos egyelőre nincs. Értem, én azt javaslom, most a kérdésekhez már még vissza fogunk térni, hogy itt azért ugye egy díjtételek van, tettek van, ez egy nagyon transzparensen látható alapkezelési díj, ugye előbb voltak a nullás díjtételek, és ez az, amit ti felszámítotok, és ez hogyan működik? Hogy néz ki ez össze? Okay, aki ismeri a befektetési alapot általában, azt tudja, hogyha valahol valamelyik szolgáltatónál van befektetési alapja, akkor úgy néz ki, hogy amikor megveszi a befektetési alapot, akkor ennek van egy vételi díja és visszaváltási díja. Ez a vételi díj van olyan alacsony kockázatú alap, mondjuk egy pénzpiaci, ahol pár száz forint, de akár egy részvényhozam, egy részvény alapnál, vagy egy származtatott alapnál akár ilyen 2,5% is lehet. Ez, ami nálunk nulla, ami az előző ábrán látszott, tehát ha adjuk, vesszük, akkor ez nulla. De van egy belső működési költségünk, hogy mi az alapoknak vezetünk számlát, nálunk a Raiffeisen és az Unicredit a számla vezetője a befektetési alapoknak, és ők kérnek pénzt számlavezetésért, van ennek az alapnak könyvelője, könyvvizsgálója, letétkezelője, ebben tranzaktálnak a portfóliókezelők, és körülbelül ebből a 2%-ból 1%, ami a mi bevételünk, és a másik 1% az pedig azokra a költségekre megy el, amit azért kell fizetnünk, hogy kezeljük a pénzt a köztes szolgáltatóknak. És ha arra gondolunk egyébként, hogy mennyi lehet egy
részvénynek az átlagos vételi visszaváltási díja, korábban beszélgettünk erről, akkor ez nem egy magas költség, de egy alapból ránézünk a 2%-ra, akkor soknak tűnik. Ugye a másik díjtétel az pedig a sikerdíj, azért dolgozunk, hogy sikert érjünk el, a közös érdek az, hogy a kockázatmentes hozam felett tudjunk sikerdíjat elérni, és hogy sikeresek legyünk, hogy többlethozamot tudjunk elérni. Ugye, ami az előző ábrán rajta volt hozam, az gyakorlatilag ezek a díjtételek utáni hozam, tehát hogyha ezeket nem számoljuk bele, akkor magasabb lett volna a hozamunk, tehát az már tisztán az, amit ügyfél lehet a saját számláján ezek a mondjuk indulástól számítva ez a 40% körüli hozam. De gyakorlatilag minden évben meghatározok évvégén, hogy mekkora a kockázatmentes hozam, és mekkora a mi küszöbb hozamunk. Ez tavaly a forintosra 12% volt, tavaly még nem volt eurós és dolláros portfóliunk. Most pedig, ahogy itt látszik az ábrán, ugye 7-8-3-3,5-5% a küszöbb hozam. E felett kell arra számítani, ez egy évesített hozam, hogy mi sikerdíjat tudunk terhelni. Tehát ha több hozamot érünk el évesítve, mint 5% díjak után, akkor mondjuk 10%-kal, akkor a 10%-ból 2% az a mi sikerdíj bevételünk lesz, a 8% pedig az ügyfél hozama. Együtt sírunk, együtt nevetünk, mert ha nincs sikerdíjunk, akkor a egyik fő bevételi forrástól elesünk mi is, a másik pedig, hogyha van sikerdíj, akkor elégedettek az ügyfelek, okay. És akkor mindenki boldog. Szerintem itt a díjazáshoz hadd tegyek hozzá annyit, hogy nekem még mindig kicsi skizofrén, amivel találkozom kérdések szintjén, hogy mindenki gyakorlatilag teljesen, itt láttuk az előbb, ugye, hogy vannak olyan díj, ezek nulla folyat. Ugye a terméknek van díja, a 2%, de ezt hogyan helyezzük el ezt a 2%-ot? Szerintem az teljes tudatlansághoz kapcsolódik talán, hogy nem lehet egy befektetési szolgáltatás 100%-ban ingyenes, az az alapkezelési díj nélküli. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor hogyha én egy nemzetközi platformot használok, mert tudok angolul, és pontosan ki tudom választani, hogy melyik amerikai részvényt vegyem meg, melyik japán kötvénnyel keverve, stb., milyen opciót vásároljak, és mindezt meg tudom tenni, akkor annak a platformnak is lesz egy díja, mondjuk tranzakciónként, hogyha nagyon-nagyon jó vagyok, akkor 0,15-0,2-es díjat fog felszámolni. Ugye aktívan kereskedem, Attila elmondta, hogy milyen tranzakciószámok történnek meg. És ugye ennek az egy tizedét ki fogom fizetni egy tranzakcióra. Tehát ahogy forog a pénz, ahogy váltok, ugye a költségek halmozódnak benne, és akkor a legalacsonyabb szintről beszéltünk. Van szerencsém ismerni teljes véletlenség miatt a svájci privát banki szolgáltatások költségszintjét, és ott több millió eurós vagyonok mellett is bőven felszámolnak ugye alapdíjak, plusz tanácsadás díj és mindennel együtt, ez valahol 0,6 és 1% között, és az több millió euró befektetés mellett jön létre teljesen, ami mellett, még egyszer mondom, teljesen irreálisnak látom azt, hogy 0%-os költséggel tudjon ez létrejönni, és egyébként, ha megnézzük, bármilyen struktúrát nézzünk, akár mondjuk egy nyugdíjpénztárat, ami nagyon kedvező díjszabáson van, a nyugdíjpénztárban is van egy vagyonkezelési díj, így szól, vagyonkezelési igen. Díjnak nevezik ott is, tehát ne keressünk feleslegesen, nézzük meg transzparensen, hogy mennyi az annyi, és ha üldözzük a nullát a termék oldalon is, akkor valószínűleg csalódni fogunk. Van erre egy jó példa egyébként, amit egy portfólió konferencián hangzott el, mert sok szó esett az ingatlanokról, és Magyarországon az ingatlanokat nagyon szeretik. Igen. Hogy kell egy építkezésnél kalkulálni. Ha valaki saját maga felépíti a saját lakását, akkor ő a saját maga brókere. Hogyha, és fizetni kell a fuvarozásért, de viszonylag keveset, a saját idejével fizet leginkább, meg a saját tudásával. A következő szint, hogyha már azt mondja, hogy hát ennyire sok időm nincs, meg nem is értek ennyire hozzá, inkább néhány szakembert, hogy külön villanyszerelőt, vízszerelőt, gázszerelőt igénybe veszek, akkor olyan, mint a befektetés alapok közül válogatni, és jön maga rakná össze. És ha azt mondja valaki, hogy
Bár értek hozzá, mert sok esetben pont azok választják a vagyonkezelést, akik egyébként közgazdász végzettségűek is értenek hozzá, és tudják, hogy ez milyen kockázatokkal jár. Bár értek hozzá, de inkább egy megbízható csapatra bízom, mégis itt van 20 portfólió kezelő, aki kezeli az én vagyonomat, és ők csak azzal foglalkoznak, hogy hogyan kell ezt a pénzt kezelni, mint egy jó generál kivitelező, akinek jó a referenciája. Bár van egy díja, ami jól látható, hogy mekkora díj lesz, de inkább azt mondja, hogy oké, én inkább a generál kivitelezőre bízom. Nagyjából mi vagyunk ez a megbízható generál kivitelező, akinek van egy 30 éves múltja, és úgy tudja kezelni a megtakarítást, hogy megvannak az igények, azaz a kockázati szintek is, ez alapján kezeli a vagyont. Oké. Én egy kicsit kikacsintanék újra a közönség kérdésekhez. Sikerdíjjal kapcsolatban érkezett korábban, tegyük tisztába, tehát hogyha van a küszöbb hozam feletti hozam, akkor van sikerdíjatok, tehát ezt levonjátok. Viszont az volt a kérdés, mi van, hogyha nem éri el a küszöbb szintet a hozam, akkor ezt, akkor van negatív sikerdíj? Tehát, vagy van olyan, hogy visszaadtok az alapkezelési díjból? Ugye ez napi szinten kerül elhatárolásra, és egy éves időszakot kell először is nézni, tehát napi szintű elhatárolásról van szó, és akár még olyan is lehet, hogy visszaírásra kerül. Mondjuk az első 3 hónap nagyon jól sikerül, azután pedig egy lejtmenet van, akkor igen, ott visszaírás is történhet. Ami még fontosabb és ügyfélvédelem szempontjából fontos, hogy azért jó a befektetési alapokon keresztül vagyonkezelés, mert amikor az alapoknak lesz egy hosszabb track rekordja, mondjuk van egy 10 éves track record, de legalább egy 5 éves. Mi az a track record? Bocsánat. Múltbéli hozam, bocsánat, egy múltbéli eredmény. Akkor is van mondjuk egy piaci esés, mondjuk nagyon jó hozamot elértünk az elmúlt időszakban, de lesz egy piaci esésünk, és akkor nincs sikerdíj. A következő évben viszont egy brutál jó évünk jön, de nem jöttünk vissza csak arra a szintre, mint ahol korábban voltunk, akkor még nem terhelhetünk sikerdíjat. Majd csak azután, hogy az előző év végén és az előtti 5 évet nézünk, az év végi eredményeket elértük, csak azután terhelhetünk sikerdíjat. Ez ügyfélvédelem szempontjából szerintem nagyon fontos, hogy van egy negatív év, amikor nem tudunk hozamot elérni, akkor a következő évünk hiába lesz nagyon jó. Ha csak 0 szintre jöttünk vissza a korábbi évvégéhez képest, akkor nem terhelhetünk sikerdíjat. Oké. Krisztián, szerintem ez teljesen tiszta válasz volt. Krisztiántól érkezett egy kérdés, tőkegarancia van-e mögött az online vagyonkezelési szolgáltatás? Sem hozam, sem tőkegarancia nincs. Magyarul lehet, hogy csökkenni fog. Ugye az ábrán látszott, amit korábban megnéztünk, talán érdemes is oda visszamenni. Itt például látszik. Ugye hogy működtek ezek a tőke és hozam garantált alapok, erről lehet egy picit érdemes beszélni. Ugye kereskedelmi bankok alkalmazták előszeretettel az olyan ügyfeleknek, akik nem akartak befektetési alapokba átmenni akár a bankbetétből, mert akkor nagyon fontos volt ez a biztos rész. És a tőkegarancia és hozamgarantált alapok úgy néztek ki, hogy 80%-át berakták valamilyen fix kötvénybe, és a 20%-ával vállaltak csak kockázatot, ott lehet egy többlethozamot akár elérni. És ennek az volt a hátrány, hogy biztosra lehetett venni, hogy kisebb lesz a hozama, mint egy tőkegarancia nélküli alapnak, mert meg volt kötve az alapkezelőnek a keze, hogy mibe fektethet. Abban a szempontból ezek az alapok nagyon jók voltak, hogy segítettek megérteni a befektetési alapok működését, és onnan már csak egy lépcső volt, hogy valaki tovább menjen, de mi nem látjuk ebben a nagy hozzáadott értéket, ezért nem is alkalmazzuk, mert egyszerűen le kell mondanunk a többlethozamról, és pont abban vagyunk jók, abban jók a portfóliókezelőink, hogy jó a részvénykiválasztási stratégiája, meg a kötvény kiválasztási. Azzal beszűkíteni a mozgásteret, hogy tőke meg hozam garantált alapot vállalunk, az nem egy jó. Jó, tehát akkor lefordítva, nincs. Nem csak az online vagyonkezelésben nincsen, de a hold alapok között sincsen tőkegaranciás termék. Én azt javaslom, menjünk egy kicsit tovább, és lesz még kérdés, hogy akkor egy picit elmondod, hogy még egyszer vegyük át, hogy hogyan lehet itt befektetni. Oké. Ugye a honlapunk érkezve a kérdét kitörtéssel indul a folyamat, mikor egy tájékozón végigment már mindenki. A kérdőív szerintem nagyon fontos akkor is, hogyha valaki nem lesz ügyfelünk, mert úgy van kitalálva ez a kérdőív, hogy pontosan látni fogja, hogy mi a számára a legalkalmasabb portfólió, és ebben azért már van egy 25 éves vagyonkezelési múltunk, hogy látjuk, hogy mi az, ami jó egy-egy ügyfél kategóriának, és ez szerint vannak a kérdések kitöltve. Hogyha egyetért azzal, amit mi választ adunk, akkor gyakorlatilag a regisztráció folyamata elindul, online kell számlát nyitni nálunk, okmányokat feltölteni a felületünkre, és ügyfélszolgálat elvégzi a szerződést, előkészítést, amit aláírás után
egy banki beazonosítás követ, és csak arról a számláról lehet utalni, ahol be lett azonosítva. Ha mondjuk valaki egy OTP ügyfél, és az OTP számláját küldte be azonosításhoz, akkor csak az OTP-n keresztül tud utalni, mindaddig, amíg be nem jön hozzánk személyesen. Ezt majd kiváltja nálunk is egy selfies azonosítás, de egyelőre még ez nincs, ez fejlesztés alatt van. Tehát személyes beazonosítás után lehet bárhonnan utalni. És azért is jön a hátra dőlhet, mert ha bejön hozzánk az utalás online vagyonkezelésbe, akkor ott automatikusan befekteti a portfóliókezelés, ha valaki mondjuk közepes kockázatú portfóliót választott, akkor a közepes kockázatúba. Lehet, mondjuk egy magasra jön ki valakinek a beértékelése, akkor ő választhat alacsonyabb kockázatút is, tehát egy magas kockázatú ügyfél mondhatja azt, hogy igen, de nem akarok mindent a magas kockázatba tenni, hanem szeretnék egy kicsit a közepesbe, meg az alacsonyba is, erre megvan a lehetőség. Lehet később új portfóliókat nyitni, jövőre új TBS nyitni, lehet forintban, euróban, dollárban elhelyezni vagyon, tehát erre mind megvan a nyitottság, de amikor bejön az utalás, akkor automatikusan működik a teljes folyamat, és ez a legfontosabb, hogy a portfóliókezelők fogják kezelni ettől a pillanattól. És negyed évente pedig küldünk egy kimutatást a legutóbbi negyedéves jelentésünknek, azt a részét, hogy mi történt a portfóliókkal, Cser Tamás írta, szerintem zseniálisan leírta, hogy pontosan milyen változtatásokat és miért léptek meg a vagyonkezelt portfóliókban. És ugye itt érdekesek a kockázati szintek, hogy amit mondtam, hogy nagyon sokszor arra gondoltam, hogy alacsony kockázatú portfólióból lesz a legtöbb. Ugye privát vagyonkezelése sokkal inkább jellemző az, hogy ahol már nagy vagyon van, ott az a fontos, hogy egy vagyonőrzés legyen és egy mérsékelt növekedés. Amikor viszont kisebb megtakarítása van valakinek, sokkal bátrabban kockáztatja, mert szeretne nagyobb hozamot elérni. De ez nem az extra kockázat nálunk, hogyha valakinek a magas kockázatú portfóliója van, mondjuk átlagosan egy 70-80%-nyi részvénykitettséggel megy egy ilyen portfólió, de azért mégis számottevő a kockázat. És hogy mivel megjelentek januártól a forint mellett az euró és a dollár alapú portfólióink is, ez sokaknak alternatíva. Ugye azt láttuk, hogy... Mert tehát akkor mind a három kockázati szintben megvan mind a három devizán. Tehát 9 portfóliót lehet választani. És nagyon sok olyan ügyfelünk van, akik külföldön élnek, vagy külföldön dolgoznak, vagy multiknál dolgoznak, és ők kifejezetten szeretik az euró alapú portfóliót, mert vagy abban van a megtakarításuk, vagy azt látják, hogy jövőben ők valamelyik Európai Uniós országban fognak élni, dolgozni, és inkább euró felé orientálódnak, mint a forint felé. És ugye most, hogy a forintban lehetett jó kockázatmentes hozamot elérni, ez érthető is, hogy a forint megtakarítások azok mondjuk az államkincstárhoz mentek, és hozzánk inkább azok a pénzek jönnek, ahol szeretne valaki kockázatot vállalni, részvényportfóliót szeretne, vagy olyan portfóliót, aminek legalább egy része már részvény. Oké. Nekem egy olyan kérdésem lenne, így akkor csapjunk bele megint egy forró süteménybe, és azt hiszem, hogy itt igen. Itt vége van, itt átérünk a kérdésekre, úgyhogy visszatér. Uh-huh. És akkor visszajövünk nagyba, bár a szlájdok szebbek voltak, de visszajövünk egy kicsit, hogy van-e olyan online vagyonkezelési portfólió, amiben van kriptó termék? Van, mindegyikben. Mindegyikben van egy ilyen fűszerkedvéért, vagy, nem, vagy ez, milyen? Ez döntés kérdése. És Szabó Dávid, aki nálunk a kripto eszközökkel foglalkozik, neki van a Superposition nevű alapja, amit tartunk a vagyonkezelésben, és ezen keresztül van benne kripto is. Esetleg valahogy tudnád érzékeltetni, hogy körülbelül ma mennyi lehet a kriptotartam ezekben a portfóliókban? De van olyan privát vagyonkezelt portfólió, ahol akár 1,5-2% is eléri, de itt online vagyonkezelésnél nem néztem pontosan, de azt gondolom, hogy ilyen 0,5% alatti. Tehát egy gyors fejszámolást végeztem, 0,5% alatti mindegyiknél, ez biztos. Jó, és akkor volt itt ez a konkrét kérdés, hogy melyik holdalap foglalkozik kriptóval, de akkor el is hangzott, hogy Superposition, igen. Superposition. Ugye Szabó Dávidnak van egy holdblogon, ő is szokott írni, és sokat ír a kriptoeszközökről, hogy mi az, amit ő jónak tart, mit tart egyáltalán jó iránynak, és nagyon sokan ezért tartják a Superposition, mert ennek egy része az kriptoeszközökből áll. Oké. Olvasom a kérdéseket, de egyébként nagyjából mindent megválaszoltunk. Szerintem az egy jó kérdés még szerintem ott, hogy lehet egyszerre valakinek nálatok online vagyonkezelése is, és önálló egyedi alapot lehet. Is tud vásárolni?
Ugye az a jó metódus, hogyha valaki az online vagyonkezeléssel indul, mert akkor egy kattintással be tudjuk utána állítani az online befektetési alapokat is. Az sok vita, meg sok ilyen szakmai vita van erről nálunk, hogy melyik szolgáltató, vagy jó-e egyáltalán az, hogy ennyire nyitva van az online befektetési alapok. Mert azt látjuk, hogy a legtöbb ügyfél, aki érdeklődő, jó vagyonkezelést szeretne nálunk, és a befektetési alapokat inkább partnerbankokon keresztül tartják a befektetők, ahol a privát bankáraikkal beszélgetnek arról, hogy miért legyen épp egy holdas alap. De a lehetőség megvan, aki pontosan tudja, hogy mondjuk Zsidai Viktor Citadellájába akar fektetni, vagy Szabó Balázs expedíciójába, meg tudja tenni az online befektetési alapok szolgáltatáson, és átjárás is van nyilván a kettő között, tehát lehet TBS-en belül átvezetni egyik szolgáltatáson belül a másikba is. Vagyonkezelés lehet egyszerre a befektetési alapok mellett is. Hú, valaki belenyúlt a tutiba, és feltette azt a kérdést László, hogy hold alapkezelő több hozamot tud, mint más alapkezelő? Erre nem néztem most kimutatást. Remélem, hogy hát, mi leszünk az év alapkezelője, de lehet, hogy ti sokkal több összefoglalást néztetek. Igen, Attila most nagyon szerény volt, hogyha valaki megnézi, szokott mindig lenni a sajtóban. Mi még pont nem csináltunk, de egyébként csinálok szívesen egy ilyen friss összeállítást, hogy a különböző alapkezelőknek a különböző alapjai azok milyen visszatekintő hozamokat tudtak termelni egy évre, három évre, öt évre visszamenőleg, és a Holdnak az alapjai azok meglehetősen előkelő helyeken szoktak lenni. Ugye van is, aki a podcastetekben szeret büszkélkedni a saját teljesítményével. Hát én azt gondolom, hogy ezek nagyon könnyen elérhető információk, tehát hogyha a befektetési alapok Magyarországi Szövetségének, vagy röviden a BAMOSZ-nak az oldalára ellátogattok, akkor ott nagyon aktuálisan elérhetők mindig az összes elérhető alapnak a hozam adatai, illetve árfolyam adatai. Úgyhogy ha valakit ez érdekel, akkor nagyon gyorsan rá tud keresni a Hold alapoknak a teljesítményére. Itt láttam egy TBS-es kérdés, hogy csak TBS-en lehet-e befektetni. Magánszemélyeknél működik a TBS, vagy bizalmi vagyonkezelőknél is működik a TBS, de CBS-en érdemes. Ugye, ha nem TBS-en fektet be valaki, akkor egyrészt egy 15%-os kamatadóval kell számolni a visszaváltásra, másrészt pedig egy 13%-os szocfóval. Tehát azt jelenti, hogy ha 100 forint hozama van, amikor a visszaváltás történik, akkor 28 forintot elveszik belőle, és ez megy az államkasszába. Tehát magánszemélyként nem nagyon éri meg nem TBS-re tenni pénzt, és főleg amiatt, hogy a javasolt időtáv a minimum az 3 év, a magas kockázatunál pedig minimum 5 év. Likvidek a portfóliók, tehát plusz 2 napra, tehát bármikor vissza lehet váltani, de mégis van egy javasolt időtáv pont amiatt, hogyha magas a részvényarány is, és nagyobb szórással, nagyobb árfolyam mozgással működnek az alapok, akkor ne érezze senki magát rosszul azért, mert rosszkor szállt ki, és mondjuk pont mínuszban van az alapja két hónap után, tehát nem éri meg normál számára tenni a pénzt. Nekem itt még egy dolog eszembe jutott, hogy mondtad azért, hogy minden OVK alapnak is van kockázata. Mi az a minimális időtáv, amire te tudnád javasolni, hogy, mennyi időre lehet hozzátok pénzt hozni? Tehát, hogyha valaki fél évre fektetne be, vagy három évre, tehát mi az, ahol mennyi időre érdemes? Tehát lehet, hogy lehet, mert inkább úgy tegyük, hogy érdemes. Ja, azt a pénzt érdemes hozzánk hozni, amivel úgy valaki azt gondolja, hogy legalább három évben szeretne gazdálkodni, hogy azt szeretném, legalább három évig foglalkozzunk mi vele, ez az alacsony kockázatú portfóliónál. A magas kockázatúnál pedig legalább 5 év az időtáv, amire azt kell mondani, hogy addig szeretné itt tartani nálunk. Ugye a privát vagyonkezelésnél ott vannak likviditási portfóliónk, ami gyakorlatilag éven belül is működik, akár forintban, euróban és dollárban, de az online vagyonkezelésnél ott ezt a 3 évet határoztuk meg. Tehát legalább 3. Ahhoz, hogy reál hozamot érjünk el, ahhoz kell a részvénykitettség, ahhoz kell kockázatot vállalnunk, és csak így tudunk többet hozamot elérni, hogyha van részvénykitettségünk, csak kötvényekkel nem lehetne megtenni. A részvények árfolyama pedig folyamatosan változik, akár minden piaci hatásra kileng, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ugye alacsony kockázatnál is legalább ezt az időtávot kell tartani. Itt érkezett még egy gyakorlati kérdés, hogy különböző helyekről is lehetséges-e az átutalás. Tehát, hogyha említetted egy példát, hogy mondjuk a zöld színű bankon keresztül azonosítottátok az ügyfelet, ez ugye azt jelenti, hogy
hogy megkapját, hogy elkülditek az adatait, ő visszaazonosítja a bank, hogy létezik, ezért megnyitjátok a számláit. De hogyha megnyílik ott, rajta keresztül nyitja meg a számlát, akkor ő ettől függetlenül be tud utalni a kincstáron keresztül, a Revolutból is, máshonnan is? Csak azután, hogy személyesen volt bennálunk személyes beazonosítás miatt. Tehát személyes beazonosítás azért kell, mert azt követően bárhonnan lehet hozzánk utalni. Oroszországból nem, de egyébként Revolutról, TransferWise-ról, vagy bármelyik magyarországi bankról, igen. Jó, tehát amíg nincs beazonosítva, addig csak az azonosító, azonosítást bank közreműködő banktól, igen. Utána a személyes azonosítás után pedig bárhonnan, és hamarosan lesz egy selfish azonosításotok, tehát ami már egy teljes értékű, és akkor igen. Aki azt igénybe veszi, akkor ő bárhonnan. Igen, ez főleg azok számára fontos, akik külföldön élnek, nagyon sok magyar él külföldön, aki már be is zárt a magyarországi számláját, és nem tudja elvégezni a beazonosítást, vagy ritkán jön haza, és pont az ünnepekre, úgyhogy számukra ez nagyon fontos, hogy magyar okmányokkal rendelkeznek, és a selfie-vel ezt meg tudják oldani. Oké, és egy utolsó, hogy esetleg a Revolut is közreműködik nektek ügyfélazonosítás támogatásában? Abban nem, de sok ügyfél azt gondolja még, hogy a Revolut sokkal olcsóbban vált, mint mi, és ezért Revoluton keresztül konvertálnak. De a végén ki fog jönni, hogy nem vált olcsóban, tehát az én ismereteim szerint ez a 20-30 fillért ők is alkalmaznak. Más is van benne, mert Revolutra, hogyha bankkártyával tölti fel a pénzét, akkor olcsóbb, mintha elutalja, tehát hogy a számlacsomagtól is függ, hogy kinek, hogy olcsóbb. Van, aki megszokta már, és pontosan látja, hogy Revoluton milyen árfolyamon történt a konverzió, ez attól függ, hogy ki mennyire szofisztikált, tehát hogy ez... De sok Revolutos utalásunk jön, főleg emiatt szerintem, hogy a bankkártyával lehet vásárolni, feltölteni a pénzt, annak nincs díja, ott leváltja, és akkor úgy jön hozzánk. Oké. Okay. Szerintem... Úgy tűnik, igen, elfogytak. Nem, még bepottyant. Ha TBS, akkor lehetséges nem egy összegben megnyitni a számlát, hanem folyamatosan növelni a vagyont. Persze, ugye TBS révégéig lehet befizetni, 25 ezer forint a minimum induló összeg, TBS-re ez alatt nem lehet befizetni, mert nem indul el, és december 31-ig lehet rá befizetni, és jövőre pedig nyitni kell egy új TBS-t. Igen, minden évben új TBS számla nyílik. És ez a jó, ha mindig nyílik új, mert ha mégis valamekkor összegre szükség van, lehet, hogy az egyik TBS fel kell tőle, a többihez pedig nem kell nyúlni, és akkor adót lehet vele optimalizálni. Ez nagyon fontos szerintem, mert nem fejtettük ki konkrétan a TBS működését, de hogy egy TBS az egyetlen évben tud befogadni befizetéseket. Ez naptári év, tehát nem a nyitástól 365 nap, hanem az adott év. Ha valaki most nyit, akkor 2024. december 31-ig tud arra a TBS-re befizetni. Aztán azt a számlát mondjuk, hogy lezárják, tehát onnantól a pénz az se befele nem tud már menni. Kifele meg adómentesen nem tud jönni, adózó tud csak kijönni. És hogyha ott kivárja valaki az 5 évet, akkor adómentessé válik a befektetés, tehát ez a legideálisabb helyzet. 3 évnél is már van egyébként adókedvezmény. Igen, hogy a 0. év a befizetésével, 3. év végén 10% az adó, és honnan lejárati 5. év végéig szintén 10%, 5. év végén 0, és 5. év végén kell eldönteni, hogy meghosszabbítja, egy részét kiveszi, vagy pedig teljes egészében kiveszi, és minden szolgáltatónál nyithat minden évben egy-egy TBS számlát mindenki, tehát lehet egyszerre akár 5 TBS számla is, és mindegyiken ki lehet használni az adó előnyöket. Tehát ha rendszeres befizetést szeretné, akkor kénytelen minden évben nyitni egy TBS, mert mindencsak az ugyanannyit ott fele. Hogy a rendszeres befizetés normál számlán is lehet, az a gond vele befektetési alapoknál, hogy akkor szocszót is kell fizetni. Igen. Ha egy pénz már TBS-re került, akkor szocszót nem kell fizetni, akkor sem, ha egy év múlva megszűnik, tehát ott már a hozamra vetítve 13% szocszó nem lesz. Jó. Itt Zsolt kérdezi, hogy a TBS-nek van-e költsége az online vagyonkezelés keretében. Ugye az is egy számla, és ugye láttuk, hogy a számláknak nincsen költsége, tehát nem kell ezzel számolni. TBS számlát be kell jelenteni a NAV felé, szerintem ezt a befektetési szolgáltató végzi mindig. Akkor kell bejelenteni, hogyha valaki külföldön nyit TBS számlát, hogyha magyar adórezidens valaki, és mondjuk Ausztriában nyit TBS számlát, foglalkozunk a privát vagyonkezelése merül ezzel is, akkor le kell a magyar adóhatóságnál jelenteni, hogy neki TBS számlája van külföldön, de ebben mi segíteni szoktunk, hogy ennek mi a pontos menete. De ha Magyarországon nyit valaki TBS számlát, akkor nem kell. Ha megszünteti valaki a TBS-t, akkor a szolgáltató ad egy igazolást következő év januárban, hogy mekkora hozama keletkezett a megszüntetett TBS számlán, és ezután kell befizetni az adót. Tehát nem vonjuk le az adót akkor, amikor visszaváltás történik, hanem adunk egy igazolást, és következő évben kell ezt bevallani, befizetni.
Még egy utolsó, Zoltán kérdezi, hogy kártyás fizetéssel is lehet-e pénzt feltölteni? Nem lehet, csak utalással. Csak utalással. Jó. De az a Revolut, ahova lehet kártyával is. Jó. Jó. Én azt gondolom, hogy minden jó történetnek egyszer véget kell szakadnia, de én megkérdezném, hogy maradt-e bennetek bármi? Semmi különös. Én annyit akartam még elmondani, hogy hogyan lehet minket, illetve titeket elérni. Tehát, hogyha valakiben maradnak még kérdések, akkor nálatok hol kopogtasson, nálunk hol kopogtasson. Ugye nálunk a központ egyrészt, ami szerintem nagyon fontos, ahonnan sok infót legyűjteni, az a blogunk, a Hold Blog. Ott folyamatosan írunk arról, hogy mi történik a piacokon, mi a várakozás, és podcastben is nagyon sok minden elhangzik, ami YouTube-on is fent van, de itt folyamatosan beszélnek a portfólió kezelék aktualitásokról. A központi címünk az infokukac.hu, de próbáltuk úgy összerakni az oldalunkat, a weblapunkat, hogy ott azért szinte minden info fent van. Ha még sincs, akkor itt vannak kapcsolati e-mail címek is lehet. A saját e-mail címem is megvan, az apon.nagykukac.hu, tehát ha olyan kérdés jön, akkor akár nekem is lehet írni, és szívesen válaszolok. Tehát holdblog.hu és a.nagykukacholt.hu. Így van. Úgyhogy, és egyébként, hogyha valaki beírja, hogy Hold online vagyonkezelő, és a Google-be, akkor az első találat lesz. Tehát hogy nem hiszem, hogy bárki el tud ma már tévedni. Reméljük nem. Igen, és hát ugye mivel a bankmonitor közönsége néz minket, vagy gondolom, hogy többnyire a bankmonitor közönsége, ezért minket aztán már biztos, hogy tudjátok, hogy lehet elérni. Úgyhogy keressetek minket továbbra is az eddigi elérhetőségeinken, e-mail cím, social media felületek, mindenhol igyekszünk rendelkezésetekre állni. Viszont Attila, neked lett volna még egy gondolatod, úgy láttam. Már nem aktuális. Ja. Akkor minden velünk lévőnek köszönjük ezt a hatalmasnak kitartást, hogy ezt a maratoni webinárt meghallgattátok. Bízunk benne, hogy hasznos kis infomorzsákat csepegtettünk útközben, és bölcsebb pénzügyi döntésekhez tudtunk hozzájárulni. Várunk titeket legközelebb is, örülünk, hogy itt voltatok. Sziasztok! És köszönjük Attilának a részvételt. Attila nélkül ez a show nem jött volna létre. Ez biztos. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok.